Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ezt a most következő egy-másfél órát velünk tölti. Winkler Nóra vagyok. Ennek a mai szakmai, de közben nagyon személyes podcast videó beszélgetésnek a házigazdája. Az Ária Hotelben ülünk. Azt kell mondjam, hogy ezzel tulajdonképpen létrehoztuk a, igaz, hogy alkalmi, de Budapest mondjuk legszebb fekvésű podcast stúdióját. 8. születésnapját ünnepli a szálloda, ami egy hát sok lábon álló ünnepség sorozat, és ennek ez egy szakmai programja, ez a beszélgetés. Ahogy mondtam, a most következő egy-másfél órát fogjuk együtt tölteni. 7 vendég érkezik hozzánk ide a stúdióba, és arról fogunk beszélgetni, hogy milyen tendenciák látszanak a budapesti turizmus minőségi fejlődésében az elmúlt pár évben, és ebbe bele fogunk zoomolni olyan részletekbe, mint hogy mit jelent az, hogy valóban személyesen odafordulással, figyelemmel foglalkozni vendégekkel egy szállodába, és egészen elmegyünk odáig, hogy hogyan lehet elképesztő mennyiségű adatból nagyon pontosan belőni egy város célcsoportját turizmus szempontból, úgyhogy én remélem, hogy jól fognak szórakozni. Mi egy élvezetes, pörgő és személyes beszélgetés sorozatra készülünk. Első vendégem nem is lehetne más, mint ennek a szállodának az alapítója, a Library Hotel Collection elnöke, Henry Kallan. Szia! Szervusz! Használd a mikrofonodat. Jó, szia! Szervusz! Azt beszéltük meg, hogy ez egy magyar beköszönés, és aztán angolra váltunk. Hát köszönöm, nekem kicsit könnyebb angolba, de biztos magyarul megértek sokat. So now we switch to English. Thank you. It's a birthday moment, so I'm really curious about how you recall these 8 years. But before we do that, what is it you think that makes your hotels special, unique in the way you treat guests and people who come to you, how you serve them? What is the key in that specialty, you think? I think it's the approach. I think it's the genuine feeling we try to create for people who stay with us. You can stay in many hotels. There's so many options, so many choices. But it's just besides the architectural aspect and the design aspect, what we offer and what we create, which is hopefully the sense of luxury which we provide. I think the most important element for a client to decide whether they want to stay in our hotel instead of someplace else is the reputation we try to create, which is the satisfaction of a guest as they stay and have the experience, and upon they leave, we certainly hope that they share that experience with their friends, even enemies, just kidding around. And we get as much feedback and reputation from a point of view of the real value we try to offer. In other words, but what is real value? What is the perceived value, actually? It's how you feel. Mm-hmm. And I think what we do better probably, I'd like to think, than most of the hotels, and I travel around the world and I stay in many places, and I believe that based on what I've done in my life, and I try to really be very helpful and always make other people feel good about themselves, that our talent maybe, or the training and the culture we create within the property, which in the hotel is that you may not be someone special, but we want you to feel very special. And I think once we achieve that, I think that feeling stays with you. Because it's all about, you know, when you meet someone, it's all about making you feel good about yourself. And a lot of people have the tendency to try to make themselves feel good about themselves. And I always remember that, even socially or otherwise, but being in the hotel business, in the hospitality business, I think that that's really the most important aspect of running the business. The kind of staff you have, the kind of culture you develop, the sense of freedom the people actually have working for you. Because I think once they feel good about being there and working there,
they can fully concentrate on making other people happy. And that's the real value and the sense of luxury, how do you feel? Not just because you have this beautiful hotel, architecturally or design-wise, but the value to me is really remembering the experience you've had. And I tell you that 90% of the time when people talk to me, they may like the design, as I said, and the architecture. What do you think they talk about? We love the people who work in the hotel. So to me, that's the most important underlying fact, what we need to create in running a hotel. How much of it do you think is science and how much is common sense in what it takes to behave well, to serve well people? So when you say you educate them, you make a culture within each and every of your hotel. I don't think this has anything to do with getting a great education or going to college. It's the disposition, your personality. And I think we try to hire people not necessarily based on their education. Obviously, education is critical. I think it's, do you have the kind of personality where you really want to please other people without any expectations in return? And if he senses that that's the kind of person we are speaking to, he's already 50% in. And I think that, to me, is really the success of our properties. Genuinely looking after someone. And the person needs to feel that you really have good intentions and you're doing it because it makes you feel good to be helpful. You just mentioned that you travel a lot and you stayed in many hotels in the world. When you stay in a hotel that's not yours, you take notes, or you take notes in your head, or you listen to each and every detail? I see everything, but I try to keep my mouth shut. However, if I know the ownership, I try to be helpful. Just very discreetly point out certain things. And I stayed just recently in a hotel. They always said small washcloths, you know, for a face. They removed them. They only had the big towels and then the hand towels. I think that's a mistake. Why is the mistake? Because I have the tendency to wash towels because I'm very cognizant of not using towels unnecessarily. So that's a suggestion which I brought up, and they took it very professionally, and they were actually very happy that I brought it up. So also, just to mention a very specific point. You may call hotels, you may stay in hotels, you call any area, especially the reception area. In my hotels, I insist, doesn't matter how busy they are, they always pick up the phone on a first or second ring. And sometimes you have to explain. And it happened to me also in a hotel recently. I had a friend of mine who came to visit me, and he fell, poor guy, and he hurt himself. I keep calling the reception desk. Nobody picks up the phone. So finally they pick it up and they say, I'm so sorry, we are so busy, we have so many check-ins. I said, do you realize if I have a heart attack and you don't pick up the phone, it's a major problem? So these are little things, the way you approach looking after everyone who is your guests. It's no different than you have your friends staying with you, okay? You want to make sure you do everything to make them happy, make their visit very comfortable. And there's no different. Every hotel which I developed is my home. And I look at it that way. All the guests are my guests. They're not necessarily my friends, but I need to make them feel as they would be my friends. My priority is to make them feel like nobody else does. And that's why they come back to my hotel, not to somebody else's. The other thing you mentioned was the word luxury. How would you define this? You know, I thought about this quite a bit, and I sort of exchanged some of my ideas with some of the people I like and respect, because luxury, I mean, people look at it as a lifestyle. They look at it as certain expectations,
where maybe there's a wow factor involved. You know, it's beyond expectation. And it's many times it has to do a lot with money. Can you afford a certain level of luxury? Okay. But it's like beauty or aesthetics. It's in the eyes of the beholder. For you, luxury means maybe something very different than for me. And by the end of the day, it's how you feel about your experience. Mm-hmm. Again, going back, how do I feel being in a certain environment? And I think that everybody has different expectations. So for someone never having a car or driving a car, luxury could be a Volkswagen. Somebody else will not settle for less than a Rolls Royce. So it's, again, it's how you perceive what you deserve and what you can afford. For some of us, luxury is I can afford something for $100, I'm perfectly happy. Once I can afford $1,000, it's a different type of luxury because I aim much higher. So it's all about expectations, I think, and how you feel about what you're receiving. Speaking about expectations, I don't know if what you had in your mind when you opened this beautiful hotel in the most downtown area of Budapest, but you also have hotels in New York. How do you see Budapest as a city for tourism, for your hotel? How do you see, where are we in a line of evolvement? Again, subject I talked about with some of my friends, and in the past as well, because obviously when I was approached to develop a hotel here by a friend, I was told, look, Budapest is lovely, but it suffered quite a bit because of the past, you know, the communistic regime and so forth, and the buildings are run down and so forth, and so, you know, you're going to build this most beautiful hotel, but you'll never get the prices. Because wealthy people don't go to Budapest, okay? And if they do, maybe out of curiosity for a couple of days. And I'm happy to say to you that in some respects I proved them wrong. Because over the past 8 years, I think a lot's going on here. A lot of companies are coming here and developing luxury, so-called luxury or first-class properties, because in the past, he had one hotel here, the Four Seasons, the most beautiful building probably, which was developed at that time, okay? But I think that Budapest still suffers from its past, culturally, many ways, from point of view of fashion, certain lifestyle which the wealthier people look for. It's difficult to compare Budapest with London, Paris, or Rome. There's a tremendous tradition there over the past 50 or 100 years. Mm. How do you catch up? Hungarians always had this flair of having the zest for life, they love life. Comes to food, even fashion and music and so forth. Obviously, there's a rich tradition here. But I think overall, and it's getting much better the last maybe 2-3 years, but overall, I remember when I tried to develop this property, I looked around, I compare it to Vienna or Prague, okay? And those are lovely cities, but Budapest in many ways is so much more imposing. The Danube River is much more imposing also than, let's say, in Vienna and so forth. So, but what was sad for me always, that nothing was being done on a bigger scale to fix the buildings. Because when you walk through the city, you basically... Oh, sorry. When I used to walk through the city 4 years ago, 5 years ago, and I was sad, because here I'm building this spectacular luxury hotel, and I see these beautiful palaces every place. And here and there, something is going on. But I'm happy to say that lately, the last 3-4 years, it's on much bigger scale. So I think Budapest is slowly getting where it should be going,
But I think it will probably take another 10 years to match with Vienna. Prague, for example, have done an incredible job. They really made it their business to make Prague looking as it should be, as it is looking today. Budapest is not there yet, but it's getting there. And I see it every single time I come back here, every 3 months, I see a progress, I see improvement. So, but from a point of view of lifestyle, speaking of luxury, I think the upper class, middle class, upper class, they're happy to come here. They admire, they love Budapest. Many love Budapest better than Vienna or Prague. I think there's more life to Budapest, okay? And but competing and getting the clientele here, which goes to France or Italy London, England, we're not there yet. I'm happy to say that our best clientele comes from America and England and many of these countries, but I would like to see a little faster progression, fixing the city. And I realize from an economic point of view why there may not be money for it, because all these buildings are occupied by people who are tenants or so, you know, in the other, many of these other countries, people own the apartments. Here, a lot of these beautiful palaces are still, you know, with people who occupy them, they're basically tenants. And the economics of fixing those beautiful buildings, the money is just simply not available. So, but I think that the government should have a program, in my view, where they should be supporting to really create a very different impression and perception of, because these buildings are just unbelievably beautiful. So, and that has a lot to do with the perception of what the city is, the lifestyle of the city. I mean, also from a point of view of nightlife, it's still not London, it's still not Paris. The restaurants are getting there, okay? But I think the refinement, the sensitivity for fine things in life mm-hmm. has not been reached and developed to the level which is in these other major capitals of countries. So what you say, there's room for progress. Okay, I agree with you. Now, because we are going into a huge night to celebrate yes. birthday, let me finish our conversation with asking you about what is it that comes like this to your mind in these 8 years, like these wow moments or very happy moments that you had with this place of yours? I mean, I think that my vision in the past, because I developed a hotel in Prague with a music concept. In New York, I have the hotel library with the book concept. So I try to do something very different always. And in Prague, I think I achieved a certain level of luxury. But I think I try to do even much more, much higher expectations for this property, knowing that Budapest is a much grander city. And it's truly loved by a lot of people. I mean, in New York, I live in New York, and I get a lot of reaction once people come to Budapest and come back. They certainly love the food, they love the city. They, in many ways, admire the Austria-Hungarian Empire past history and so forth. And it's still reflected. It's very much, you can see it, it's very obvious. But it needs to be maintained and needs to be looked after in a better way. What I try to do here is create something which is not necessarily an old palace. It's a bank building which was really neglected. But I wanted to create something which is timeless. But it's the type of luxury where you walk in here, for example, walk into the lobby and look up, it feels like an opera house. And it combined with the music, it really does feel. And I think that from an architectural and design point of view, this property, this hotel, I would simply consider, and was a labor of love for me, is probably the nicest hotel in Europe from a contemporary design and point of view. The architecture is more classical on the outside, but on the inside it's purely
contemporary and timeless in a way that I have not experienced the ambiance and the feel of any hotel I've seen throughout Europe, which we offer here. And I think that's what's unique about it. Just to give you a very simple example, a lot of these hotels or buildings have these courtyards. They're all covered at the top of the building, okay? What do? I spend $1 million for 5 panels of glass to cover the second floor level, where people can actually dance on it. Mm. They can clean it. But you're almost sitting like you're sitting outside because you have the benefit of enjoying truly the ambiance of the entire building from the lobby or from above. And the rooftop we have created here, frankly, I don't believe it exists any place. And what we project, all those composers and performers on the glass throughout around the perimeter of the courtyard is also very unique. It truly represents a concept, the concept and the history of the European tradition music-wise, whether it's classical, contemporary, jazz, and even opera, which I love, of course. Opera and jazz is my favorite music, and that's why I relate to this concept. And I wanted to represent something with the property, which I think it's very special. And I think it did happen. Thank you so much for being here this afternoon with us. And happy birthday once again. Thank you. And I think we're looking forward to a long night, so I let you have a little rest before it actually starts. And thank you for this opportunity, and hopefully, if not next year, maybe the 10-year anniversary. For sure. We'll regroup here and hopefully go down the memory lane. Okay, count on me. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Pleasure to meet you, and thanks for the opportunity. Thank you, Henry. Bye. So now I say goodbye to you. Elköszönünk most Henrytől, és folytatjuk a beszélgetések sorozatát. I think you can just disappear and leave us, but with the mic, yeah, mic stays here. Thank you very much. Szóval folytatjuk a beszélgetést, mert hogy az elején említettem, hogy nagyon sokféle aspektusából fogjuk végiggondolni azt, hogy mi történik Budapesten a turizmussal, de az elején feltétlenül arra fókuszálunk, hogy mi történik ebben a szállodában, mi az, amitől annyira speciálisnak, egyedinek, luxuriőznek mondhatjuk. Varró Zoltán érkezett meg. Szia! Átadom neked ezt a mikrofont. Ebbe fogunk beszélgetni. A Henry sokat beszélt a ház építészeti nagyvonalúságáról, a zenei koncepció jelentőségéről, és persze nyilván elhangzott benne, hogy belső építészet, design, ami te vagy. Azt, hogy ez egy luxusszálloda, azt is többször érintettük, ezt majd veled is nagyon szeretném. De hadd kezdjem azzal, hogy mondd el, hogy mi az, amit egy belső építész csinál, tehát hogyha, mint egy költészetnél. Tehát szétszedjük a szavakra, és marad ott valami, amitől az egész működni tud egy jó vers esetében. Hogy itt is, hogyha szétszedjük, hogy gyönyörűek a bútorok, az alapanyagok, a tapéta, a láb, minden szétszed, mi az, amit egy belső építész ebből az egészből úgy tud létrehozni, hogy megemeli valamivé? Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy belső építészet és belső épített között is nagy különbség van. Tehát ugye most egy hotelről beszélünk, azért a hotel az mindig teljesen más, mint akár az hotel étterem design, az mindig teljesen más, mint mondjuk egy lakásnak a dizájnja. Miért mondom ezt, vagy mire gondolok? Egy otthonnál mindig az a legfontosabb, hogy nekünk tökéletes legyen. Igen. És mi jól érezzük benne magunkat. Viszont egy hotelnél ennél sokkal többről szól, hiszen persze nagyon-nagyon fontos, hogy aki mondjuk a tulajdonosnak tetszen, és ő magáénak tudja érezni az egészet, de én azt gondolom, hogy ennél még sokkal fontosabb az, hogy ugye a vendégeknek is kell, hogy tetszen. A vendégek nagyon sokfélék, tehát mi emberek ugye nagyon sokfélék vagyunk. Egy hotelben ugye nagyon sok vendég jön, így hát valami ott kell kitalálnunk, ez mindig sokkal nehezebb, ami sok mindenkinek elnyeri a tetszését. És van egy harmadik fontos dolog is, ugye, hogy ez alapvetően egy üzleti vállalkozás. Tehát ugye azt gondolom, hogy az én
specialitásom a hotel design terén az leginkább erről is szól, hogy hogyan lehet azt összehozni, hogy valami ne csak szép legyen, hanem nagyon funkcionális legyen, tehát jól lehessen a hotel benne működtetni, és amellett pedig van még egy másik is, hogy nagyon szerethető legyen ne csak a vendégek, a szemünk, hanem a média szempontjából is. Tehát ugye a mai világban ugye úgy élünk, hogy social media vesz minket körül, mint ahogy ugye most is. Mi is ugye pont benne vagyunk a közepében. Tehát az is egy nagyon fontos szempont, hogy ne csak mi szeressük, hanem tényleg a kamera is szeresse, a média is nagyon szeresse ezeket a tereket. Tehát ilyen szempontból ez rettentesen összetett dolog. Tényleg egyébként ez változtatott a te szakmádon, hogy ennyire felerősödött a vizualitás és a vizuális alapú kommunikáció, ez amit mondasz, hogy az emberek elmennek valahova, megosztják az Instagramon, ez üzleti szempontból is nagyon fontos dolgokat nyithat meg, vagy zárhat el, hogy ez átalakította azt, hogy ahogy tervezel, ahogy gondolkoznod kell ilyesmi terekben, amit sok ember fog használni, és ahol van egy elképzelés arról, hogy ez üzletileg majd megtérül. Én inkább azt mondom, hogy nekem nagyon szerencsésen jött ez a fajta változás. Az én mindig is úgy terveztem, nagyon szerettem, hogyha egy tér valamilyen. Tehát én mindig is hittem abban, már a social media megjelenés előtt is, hogy egy térnek nagyon valamilyennek kell lennie, hiszen akkor fogunk rá emlékezni, tehát akkor fogja meg az emlékeinket, akkor fogja meg a szemünket, és akkor tudunk róla beszélgetni. Ugye akkor is, ilyen szempontból is régen is az mindig ezt gondoltam, hogy az a legjobb PR, mert az a legjobb PR, amikor azt mondjuk, elmentem valahova, és talán azt mondom a barátaimnak, ugye, hogy úristen, képzeljétek, voltam egy olyan helyen, és mindig itt a legfontosabb az olyan, ugye, mert ha valami középszerű, akkor nem tudod meghatározni, hol voltál, hát voltam Prágába, Bécsbe, akár egy hotelbe. De hogyha van valami, akkor azt tudod mondani, hogy igen, voltam egy helyen, képzeljétek, egy zoggora billentyűzeten mentem végig, és az az egész lobby, akkor már meg tudjuk fogni, valamivel meg tudjuk fogni. Természetesen én abban hiszek, hogyha nagyon sok ilyen kis apró bomba van elhelyezve, és pont ez az, amit mondtam, hogy nagyon sokfélék vagyunk, az emberek nagyon sokfélék. Minél több ilyen kis meglepetés csomagot tudok elhelyezni, annál inkább van rá esély, hogy minél több mindenkit meg tudunk fogni. És azt gondolom, a social media pedig pont erről szól, nem? Hogy kinyílt a világ, és sokkal részben ugye arról beszélünk mindig, hogy részben nem biztos, hogy reális képet mutatunk, vagy mutatunk magunkról, vagy ugye ez egy problémája az egésznek, de közben meg azt gondolom, van egy másik oldal, és ez pont például a design, a hotel design, ami pedig nagyon-nagyon egyértelmű, hiszen ott fölrakunk valamit, az jól néz ki, az jól néz ki. Tehát azon nincs mit mutatni. És akkor, hogyha az tetszik, akkor nekem tetszik a másiknak, megosztja, egyre több helyen osztja meg. Ez azért elképesztően nagy előny is, nagy jelentősége van. Ahogy hallgatlak téged, és a feladatodnak a komplexitását próbálom egyre jobban megérteni, azon gondolkoztam, hogy ez egy budapesti szálloda, ami nagyon is mélyen gyökerezik Budapestbe, és ennek a szállodának az esetében is azt mondod, hogy hát nagyon sokféle vendég fejével kell tudnod gondolkozni. De így az elmúlt évek alatt neked elindult egy elképesztő nemzetközi karriered. És te Komóban is tervezel szállodát, és Dél-Amerikában is tervezel szállodát. Hogyan kell beépítened azt, hogy mi az a lokáció, ahol a szállodád van? Hogyan jönnek be az ott élő, az ottani, a kulturális alap, a vizuális kultúra? Hogyan ötvözöd ezeken a helyeken? Hát ez nagyon fontos, én ebben nagyon hiszek, és igaziból azt gondolom, hogy ezért is keresnek engem. Például az utolsó, amit említettél Kolumbiában, amit most készítünk hotelt, ott kifejezetten ez volt a kérés, azért mondták, hogy azért velem szeretnének dolgozni, mert tőlem pont azt várják, hogy az majd nagyon olyan lesz, tehát nagyon valamilyen. És hogy jobban hisznek abban, hogy én meg fogom találni, hogy mi az a kolumbiai fűszer, ami mindenkinek tetszeni fog, mint akár egy helyi tervező, mert az én munkámban pont ezt látják, hogy egyrészt ezt a komplexitást, hogy nem csak a dizájnról szól, hanem komoly üzleti alapja is van, vagy éppen marketing alapja is van az egész csomagnak, ha lehet ezt mondani, de én ezt rettentő fontosnak gondolom. Ugye az Ária esetében ez nagyon kijött, tehát ugye hozzátartozik az, hogy ugye ez egy álommunka. Tehát ez mindenféle szempontból az Ária egy álommunka. Sokféle szempontból. Egyrészt ugye természetesen nekem is az én karrieremnek is ez egy nagyon-nagyon-nagyon meghatározó, fontos állomása volt. Ugye én voltam az első olyan magyar hazai designer, aki külföldi lánc
felkért egy magyar hotel tervezésére. Tehát előttünk ilyen nem volt, ugye mindig egy nemzetközi lánc, csak nemzetközi irodákkal dolgozott. Tehát ez is hogy szolgált? Mi volt az a bizalmi dőlés, ami miatt? Nálunk? De, ez egy nagyon híres, és nagyon vicces, és nagyon szeretett, vagy szeretett sztori. Igaziból az Áriának a tervét én egy éjszaka alatt csináltam meg. Mert volt egy pontosítsuk, mondjuk este 10-től hajnali 3-ig, vagy 9-kor elkezdted, és hajnali 5-re lett kész? Hát reggelig. Szeretnénk tudni, hogy ez igen. Hány óra? Hát valamikor délután voltam megnézni a házat. Ugye az én karrierem mindig mindig azt szoktam mondani, hogy mindig a fehér asztalnál dől el mindig, mint mindenben, az én karrieremben is. Tehát én úgy kerültem ide, hogy volt egy luxus étterem, amit megterveztem nagyon régen, a megnyitóján ott volt valaki, aki közben New Yorkban kint dolgozott, ott szállodaigazgató, ők ismerték egymást a Henryvel, és ő mondta a Harrynek, hogy figyelj, tudom, hogy Budapesten hotelt akarsz nyitni, van itt egy srác, szerintem nektek találkoznatok kell. Hm. Egyébként akkor már megvolt a designer, egy olasz designer a Harrynek, akivel már korábban is dolgozott együtt, és engem fölhívott ez a közös ismerős, hogy itt van ez a lehetőség, holnap jön a Harry, és hogy hát, de szerintem kéne neki valamit mutatni. Úgyhogy eljöttem, megnéztem az épületet, akkor még ugye az eredeti épületet, körbejöttünk, és mondta, hogy akkor holnap 12-kor egyik Dunaparti szállodában várunk szeretettel. Hát mondom, jó. Úgyhogy én még úgy voltam vele, mint minden ilyennel, hogy hát, ha ezt a jóisten elém dobta ezt a lehetőséget, akkor én biztos, hogy élni fogok vele. Úgyhogy nekiálltunk dolgozni, mint az őrült. Annyit tudtam, az ugye megvolt, hogy a 4 zenei stílus közé, köré kell szervezni a hotelt, de nem volt egyébként semmi más meghatározva, hiszen meg hát ennyi idő alatt nem is tudtam volna több információt megkapni. Ez volt fix. És gyakorlatilag összeraktuk éjszaka a terveket, ami nekem az ötletem volt, az alapkoncepció, minden, és utána másnap találkoztunk a Harryvel, egy ilyen nagy tárgyaló asztalnál, ott ült egy csomó ember, mindenki jött New Yorkból, bementem a kis magyar dizájnerecske, hogy akkor sokra elkezdtem mutatni az ötleteimet, koncepciómat, elkezdtem mondani a Harrynek, hogy én a zenét nem úgy fognám meg, hogy nem violin kulcsokak szaladgálnának a falon, és mindenféle ilyesmi, hanem a 4 alapstílust én mindenképp azt szeretném, hogy 4 hangulatot csináljunk belőle. Tehát és akkor innen jött, hogy akkor az opera a számomra olyan, becsukom a szemem, akkor legyenek a szobák olyanok, mintha Maria Callasnak a budoárjába lennénk. A jazz az legyen olyan, mintha egy New Orleans-i pincében egy klubba lennénk, és így tovább. És elkezdtem mondani még egy pár dolgot neki, és egy 20 perc a Harry kiment a szobából. És mondtam, hogy hups, hát ez igazán jól sikerült, és aztán mondták, hogy semmi, nem, ez jót jelent, mert másnak is meg akarja mutatni. Visszajött, kérdezte, hogy megkérte, hogy elmondanám még egyszer az elejét, hogy elmondtam, mindenkit kitkodott a szobába, és megkérdezte, mikorra, és mennyiért. És gyakorlatilag mi így kerültünk össze, és ezért mondom, hogy ez tényleg egy álommunka volt. Ez szerintem olyan, mint egy jó házasság vagy szerelem, tehát mi az első percben megtaláltuk a közös hangot. Persze én is rettentően szeretem a luxust, a luxuryt, hoteleket, a jó dolgokat, és ez nem feltétlenül, hanem én pontosan tudom, hogy ez nem arról szól, hogy mi mennyibe kerül. A luxury az teljesen más. Ezt fejtsd ki, légy szíves, mert a Henryt is erről kérdeztem, hogy ő hogy definiálná, és hogy muszáj elmondanunk, hogy ez sokkal több, mint pusztán a pénz. Így van. Tehát ez nem arról szól, hogy a legdrágább cuccokat is beszórhatjuk egy térbe, és telerakhatjuk luxusmárkákkal és luxusitalokkal, de akkor semmi garancia nincs rá, hogy az tényleg luxus lesz. Szerintem a luxus az mindig azt jelenti, hogy valami olyat kapsz, amit nem tudsz elképzelni, hogy megkaphatod érzésben. Tehát, hogy egy tér, egy hotelben, szerintem rettentő fontos az, hogy olyan legyen az a szoba, az a hotelszoba, az a lakosztály, amit ha becsukod a szemed, akkor sem tudod elképzelni, hogy a tied ilyen lehet egyszer. Tehát úgy, hogy királylánynak, meg királyfinak érez magad benne. És ebben pont azt szerintem ez a fontos, hogy a szervizbe is. Tehát nem az a fontos ebben, hogy mindig a nyakadban legyen valaki, és loholjon, és áldon ott álljon, és nézzen, hanem hogy akkor legyen ott, amikor szükséged van rá, és olyan legyen, mintha nem is lenne ott. Ugye ez az igazi luxus, hiszen sokan szokták mondani, a nagyon gazdag emberek szokták mondani, akik már ugye nincs rá szükségük, hogy mutassák, hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ugyanez a szervizben ez az igazság, hogy ez akkor az igazi, ha már nem is érzed. Mindent megkapsz, mindent érzed, hogy ott van, de ugye te már nem akarod mutatni. És ez nem arról szól, hogy valaki koreográljon, hanem arról szól, hogy amikor reggel fölébredsz, akkor ott legyen minden, ahol
ahol lehetenek, tehát el sem tudod képzelni, hogy ott kéne lennie, vagy amikor kilépsz a kádból, akkor ott legyen minden, amire szükséged van. Vagy amikor egy hölgy, amikor fogad a le akarod törölni a sminkedet, akkor az a kis törlőkedő, az fekete legyen, sötét színű, hogy ne látszoruljon rajta ugye a púder és az összes többi dolog, mert kellemetlen, amikor te, mint vendég, azt gondolod, hogy egy hófehér törő között összekensz. Bármennyire te fizetted ki, de akkor is ezek ilyen pici apróságok, ami pont erről szól, hogy mások gondolkodnak helyetted, hogy te hogy tud magadat komfortosan érezni, és nagyjából erről szól szerintem az egész. Egyet mondjál még meg a komfortról, hogy amikor te bejössz ide, és ma ezt az egész estét itt fogjuk tölteni, és hajnalig ünnepeljük, hogy 8 éves az Aria Hotel, akkor komfortosan tudsz lenni, vagy állandóan nézed, hogy hát ezt egy kicsit arrébb kéne tenni, itt egy centit, ezt az asztalt, ezt nem égézete, tehát hogy bele tud engedni magad ebbe a szupertérbe, vagy azért mindig van egy ilyen szakmai figyelmet, hogy ott 2 centivel arrébb lehetne az a szék? Az az igazság, hogy én komfortosan tudom érezni magamat, azért, mert én nézem, hogy az jó helyen van, vagy nincs jó helyen, hiszen ugye igaziból nincs olyan pillanat az életemben, amikor nem ilyen vagyok. Tehát én vagyok az, aki elmegy Párizsba a Ritzbe, és megigazítom a lámpaúrát, mert elő van a varrás, és így csúnyán néznek rám, hogy ez az ember mit csinál? Én meg vissza tudok rá csúnyán nézni, hogy a te munkádat végzel. Annak nem szabadna látszódnia elől, úgyhogy ez hozzátartozik az életemhez. De egyébként az Áriában is, amit én nagyon szeretek, és az talán, ami a legbüszkébb vagyok a munkánk tekintetében, Henryvel is a közös munkánkra, hogy gyakorlatilag úgy is szoktuk nevezni az Ária, mi közös gyerekünk, akinek egyébként ma 8 éve születésnapja van, és ez egy nagyon fontos dolog, mert én sem hagytam el az Áriát azzal, hogy elkészült, tehát gyakorlatilag nekünk egy folyamatos kapcsolatunk van. Úgyhogy ez, amit kérdeztél, az azért is igaz, mert én folyamatosan egyébként is jövök, ha nincs dolgom, és csak de erre járok, akkor körülnézek, és megnézem, hogy minden oké-e. Nem kell valamit megigazítani, nincs-e valami probléma, de hogyha a hotel is szerencsére egy jó hotel, egy jól működő hotelben mindig kell változtatni, nem azért, mert nem megy, hanem sokszor azért, mert túlságosan megy, és hát követni kell ugye az igényeket, és az a jó, hogyha mi mindig toppon tudunk maradni. Úgyhogy gyakorlatilag folyamatos az együtt, mint a szülők, nevelgetjük a kis gyerekünket, és szerencsére tényleg olyan a kontakt, hogy igaziból egy virágcsokrot nem cserélnek ki anélkül, hogy engem ne kérdezzenek meg, és ez nagyon jó. Remélem, hogy azért az este későbbi részében, amiben kocintani is fogunk, majd nem lámpákat kell igazgatnod, hanem csak beleengeded magad az estében. Azon már minden túl vagyunk, mert minden a helyén van. Akkor jó, nagyon örülök. Köszönjük szépen, hogy én is köszönöm jöttél. Szépen. És neked is boldog születésnapot. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A mikrofonod marad, és hamarosan megérkezik ide mellém erre a gyönyörű lilás színű kanapéra a beszélgetésünk következő vendége. Szia, gyerek, kérlek. Foglalj helyet, Magyar Kornél, a ház zenei igazgatója. Itt van a mikrofonod melletted. Köszönöm szépen. Nyugodtan töltsd ki a vizedet, hiszen majd jó, oké. Szeretnéd meginni. Elég sok szó hangzott már el arról, hogy az Aria Hotel esetében mennyire fontos a zeneiség, hogy ez a Henry opera rajongásából indult, az előbb hallgatott Varró Zoltán arról beszélt, hogy mennyire mélyen megértette ezt a koncepciót, és milyen kreatív ötlettel állt elő, hogy ez hogyan tud megjelenni, és most már itt van ez a szálloda, a 8. születésnapját köszöntjük, te vagy a mindenért, ami zene felelős. Azon gondolkoztam, hogyha az ember keresgél, én egy külföldi vagyok, Budapestre jövök, nézegetem, hogy mi a lehetőség, látom, hogy Aria Hotel, azt gondolom Aria, ez biztos valami zenei dolog. Azt, hogy én majd vendégként zeneinek érezzem a szállodát, azt sokkal kevesebbel is meg lehetett volna csinálni. Ehhez képest az Aria Hotel úgy működik, mint egy önálló zenei intézmény, amellett ugye egyébként egy szálloda is. Gratulálok ehhez, ez az egyik, amit mondani akarok. A másik, hogy mi az, amit pontosan csináltok zenei helyszínként? Hát, hogyha csak ilyen papírmasé lenne itt a zene, az nekem személyesen sem volna nagyon elég. Sőt, egyáltalán nem. Úgyhogy azért azt kell, hogy mondjam, hogy a 8 év az mögöttünk van. Tehát, hogy erőt gyűjtöttünk. Én személyesen rengeteget tanultam hotelmenedzsmentről,
szerintem én vagyok az egyetlen, aki ilyen kibicként került bele a menedzsmentbe. Én zene bizniszben dolgoztam, zenei kommunikációval, koncertek PR-jával foglalkoztam. Keveset tudtam a hoteles életről, úgyhogy ez nekem is egyfajta szárnybontogatás volt, plusz egy induló hotel az mindig nagyon nehéz. Nekem olyan élmény volt, mint egy ilyen malomkő, amit fel kell pörgetni, aztán a felpörög, akkor aztán az egyre jobban megy, és láttuk is az eredményeket. Igazából nekem már néha ilyen hihetetlen pörgés volt az a pörgés, amikor már díjakat szereztünk, nagyon gyors egymás után van 2 éven belül. És hogy már eljutottunk erre a státuszra budapesti 5 csillag superior hotelként, azután már egyre inkább a tematikát élő zenével is elkezdtük megtölteni. És azt gondolom, hogy ez egy jó sorrend volt így utólag visszatekintve, jó érzés, tapasztalatot gyűjteni hotelesként, aztán ezeket a tapasztalatokat felhasználni az eddigi zenés tapasztalataimmal, és ezek birtokában megerősíteni egy budapesti luxushotelt, és felhozni a budapesti kulturális életnek is az egyik hát színes színfoltjává. Igen, mert nem az van, hogy aki olyan szerencsés, hogy ebben a szállodában tölti a budapesti napjait ideutazóként, az élheti meg, hogy mi a zene az Ária Hotelben, hanem én is, aki itt lakom ebben a városban. Igen, ebből a szempontból elég markásan kétfelé lehet osztani azt, hogy milyen szempontból szolgáltatunk itt mi zenét. Az egyik az, hogy a vendégeink számára, hát Zoli már beszélt arról az imént, hogy fordította a vizualitás nyelvére az akusztikai élményét az operának, a klasszikus zenének, a jazznek, a poproknak, milyen zseniális nüansznyi dolgokat tudott megcsinálni, és hogy micsoda vizionárius az, ahogy ő, amit hall, azt ő a látni valóra le tudja fordítani. Aztán, ahol már én jöttem be igazából a képbe, szabad szemmel is könnyen érzékelhető zenei gyűjteménnyel rendelkezünk. Ez kicsit egy ilyen vintage hozzáadott érték, akik kedvelik azt a hangulatot, amit még a CD-s korszak adott, tehát, hogy rászánják az időt, beülnek a szobájukban, a lemezjátszó elé berakják a CD-t, hallgatják, közben nézik a bukletet, vagy leülnek egy koncert videó, egy koncert felvétel elé, azoknak igazából nincs határa annak, hogy mit tudunk szolgáltatni, bármit is, erre büszkék is vagyunk, sőt, keressük is a lehetőségét annak, hogy kipuhatoljuk az érkezőknél, hogy ilyen szempontból is mi a kedvence. Van, aki erre kifejezetten ráharap, és előad valami igazán nagy falatot, hogy nem tudom, volt olyan, aki most legutóbb valaki, aki nagy Fleetwood megrajongó, és akkor ez nekem ilyen külön klassz dolog, hogy na, akkor felhajtani ilyen-olyan zenéket, vagy ilyen isztereggeket. Tehát ezt már a foglalásnál elkezditek kipuhatolni? Alapvetően a kollégáimmal, igen, akik a recepción, meg a concierge részlegen dolgoznak, előzetesen több okból is kiküldünk értesítéseket, megkérdezzük, hogy mi a szándéka az itteni utazásával, mik a tervei, van-e már kialakult úti terve, miben tudunk a segítségére lenni, és akkor ezen a érdeklődésen belül a zenei preferenciákra is kitérünk, és aki tudatosan választ minket, mint zenei hotelt, az erre így ráharap, és akkor így előadja, hogy hát én bizony ezt és ezt szeretem, és akkor milyen klassz lenne. Nekem nagyon jól esik az, hogyha valaki kifejezetten a kulturális turizmusnak a részeként koncertre látogat ide a fővárosba, és akkor ehhez érzi egy szerencsés párosításnak, hogy a zenei hotelbe foglal szobát, hiszen mi is így gondoljuk, hogy ez egy szerencsés párosítás. Aztán volt olyan, ami nekem különösen is kedves volt, egy brit házaspárra emlékszem, hegedű művészek voltak mind a kezden, és kifejezetten a magyar hangszeres népzene iránt érdeklődve látogattak Budapestre, és hát gyakorlatilag nekik egy egész ilyen off the beaten track, ilyen zenei kirándulást is összeállítottam, amellett, hogy nyilván látták a budapesti legfontosabb helyiségeket, de elküldtem őket zeneházba, magyar hangszeres népzenei látogatás, hangszerkészítő, néptánc, minden ilyesmi, és kifejezetten olyasmi, ami már a turistás opciókon túlmutat. Tehát ezek a vendéges, hotelvendéges dolgok. De aztán, és ez is egy nagyon tudatos építkezés, hogy elhelyezzük az Áriát a budapesti kulturális térképen, kifejezetten a fővárosi
zenekedvelők számára is több szinten biztosítunk kulturális lehetőségeket, zenei programokat. Tavaly óta az is nem várt nagy sikerre. Tele vagyunk ilyen nem várt jó sikerekkel, és ez ilyenkor rettentően jól esik mindenkinek. Igen, azt elhiszem. Tehát elindítottuk azt, hogy ugye több intézmény van, akik átvesznek rangos külföldi nemzetközi koncert vagy operaszínpadoknak az élő közvetítéseit. Mi ebbe a trendbe egy egyedi együttműködéssel, a londoni Covent Gardennel vásároltuk meg gyakorlatilag az élő egyenes adásoknak a sugárzási engedélyét, és ezeket kezdtük tavaly az adventi időszakban egy diótörővel. Hát az akkor átszólt, hogy január végéig gyakorlatilag faltól falig betelt az összes dátum, és nem győztük az új dátumokat kiírni. És akkor hát ezen felbuzdulva folytattuk, hogy akkor a tavaszi részét az évadnak is kitöltjük hétvégi koncertközvetítésekkel. És hát ez annyira lendületet kapott, hogy ezt folytatjuk természetesen most majd a soron következő őszi évadot is, már a teljes évadot átvesszük. Az ősztől jövő tavasz végéig lesznek londoni Royal Opera és Royal Ballet közvetítések. Aztán, ami a, hát hogy mondjam, a habatortán, vagy így a korona égköve. Milyen kár, hogy erre nem tudunk egyértelmű zenei analógiát kitalálni. Haba tortán, ez gasztró, korona égköve, azt értem, hogy mit lehetne a zenében. Hát a korona hangjegyen is van korona. Tényleg, jó. Akkor ami a korona a hangjegyen, igen. Igen, vagy a záró akkord. Például. Szóval az szerintem mindenkinek, aki ezt a házat megálmodta, beleértve az én álmomat is, amit hozzátettem ehhez, egy végső álma volt, hogy itt rendszeresen legyenek élőzenés események, lehetőség szerint magasabb pozícionált, olyan értelemben, hogy exkluzív, akár magyar, de nemzetközi hírű, akár külföldi művészek, és ők időről időre adjanak olyan koncertet, ami lehetőség szerint egyrészt egy ilyen családias élmény, tehát szeretnénk közelebb hozni a művészt, amit adja a lobbink is, az aulánk, hiszen nincsen ilyen szempontból színpad, kicsit ez más, kicsit egy ilyen furcsa hibridje a hoteles lobbinak, illetve egy koncertteremnek. Van a kellős közepén egy nagyon pazar designer zongora, egy bogányi hangverseny zongoránk van, nagyon szépen szól, szép állapotban van, és abszolút koncertképes hangszerről van szó. Úgyhogy az rendszeresen megszólal, akár napi szinten is a vendégeink számára, de visszatérően meghirdetett belépőjegyekkel szeretnénk meg nem ismételhető egyedi zenei élményeket adni. Ezekből már a hátunk mögött van egy pár nagyon klassz, szépen sikerült esemény, és ezt is szeretnénk folytatni. Szeptemberben legközelebb Rost Andrea fog fellépni a Hot Jazz Band-del, tehát ez is egy kicsit ilyen műfajok közti kaland lesz. Rost Andrea ráadásul egy nagyon közeli viszonyban áll hozzánk, hiszen a mi operaszárnyunknak a tiszteletbeli védnöke, tehát egyfajta ilyen szakmai és erkölcsi támogatást biztosít nekünk, és hát ennek egy nagyon szép epizódja lesz ennek az együttműködésnek a szeptemberben 21-én soron következő élőzenés koncert. Még azt mondd meg, kérlek, a mi kis beszélgetésünk zárásaképpen, hogy nagyon, nagyon finoman és nagyon, nagyon kultúráltan jelenik meg a zene, mint szolgáltatás, akár a szállóvendégek, akár a hozzátok érkező budapesti lakosok számára. Tehát igazán nem szorultok rá arra, hogy így nevekkel dobálózzatok. De szerintem az mégiscsak valami, amit az emberek olyan jól értenek, tudod, mint amikor elmész Rómába egy pizzériába, és akkor látod a falon a régi kivágott újságcikkeket, hogy ki mindenki, a Piedone, meg a Terence Hill is itt pizzázott, és akkor úgy érzed, hogy na, egy jó helyen vagy. Hogy a nyolcadik évet ünnepeljük most, hogy kik azok, akiket csak így gyorsan a végén megemlítenél, hogy itt jártak, és van egy ilyen személyes és érzelmi kapcsolódásuk az Áriához. Nekem a legutolsó, és ezért, meg nem csak ezért, hanem személyes okokból is az egyik legsugárzóbb élményem, a világhírű brit-amerikai jazzgitáros John McLaughlin, amikor legutóbb itt járt Budapesten, most egy hónapja, az egyik legkedvesebb formációjával, akkor ők itt laktak nálunk, és egy egészen közeli, személyes, már-már baráti zenés szakmai viszonyba sikerült kerülnöm velük, ami hát óriási megtiszteltetés volt. Én félig az ő zenéjükön nőttem fel, és az, hogy ők
az egy dolog, hogy ők mesélnek olyan történeteket, hogy Miles Davisről, tehát ez a látta Lenint kategória, ahogy John McLaughlin elmeséli, hogy milyen volt, amikor New Yorkban a 72. utcában Miles Davis megcsinálta neki a kedvenc kajáját, meg aztán milyen volt, amikor a Bitches Brew albumot csinálták. Ez egy dolog, aztán egy másik dolog, amikor ő kezd el tőlem kérdezni, mondjuk az én indiai zenemesteremről, az meg egy olyan megtiszteltetés, amit nehéz elmondani, tehát ez egy ilyen nagyon aktív élmény. De hát a régebbi múltból is vannak csoda élmények, Placido Domingo tulajdonképpen ezzel abszolút egy szinten, ő büszkén mondhatom, hogy ő már visszajáró vendégünk ebben a párlorban is, ő már egy próbált például kis kamara, zongora kísérettel, rettentő kedves, megismeri az embereket, néven nevezi, tehát nekem nincs igazából kapcsolata a művészi perszóna és a személyes perszóna között, és annál nagyobb élmény az, amikor egy ekkora hatalmas művész ennyire kedves, és emberileg ennyire alázatos, és ennyire közvetlen. Ez tényleg hozzátesz ahhoz az amúgy is nagy csodához. Hát klasszikus zenéből Fischer Ivánt mindenképp kiemelném, a fesztivál zenekarnak ugye az alapító művészeti vezető mindenét, karmesterét, aki ugyanígy, mint Rost André, ő a klasszikus szárnyunknak a tiszteletbeli védnöke. Őróla is vannak ilyen kisebb csodaszáma, mert ilyen kunderai kis apró csodák, amiket el tudnék mesélni, de az időrövidsége talán most nem teszi lehetővé. Tehát nagy megtiszteltetés, hogy vele is együttműködésben vagyunk. Ugyanígy a popzenei oldalonkon Ruzsa Magdolna az, aki ezt a pozíciót birtokolja, és remélem, hogy ő is jól érzi magát ebben a szerepben velünk való kapcsolatban. Világhírű jazzzenészeket tudnék még sorolni, Didi Bridgewater, a Joao Gilberto lánya, tehát a bossa nova feltalálójának a lánya, Bebel Gilberto, szintén elképesztő név a bossa nova világában. Nagyon jól érezte magát nálunk. Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy megéneklője, és még annyi mindenért is nagyon kedvelt Grammy-díjas énekes. Nagyon messze még a sor vége, akik nálunk laktak, és jól érezték magukat, és mi pedig nagyon nagy élményekkel búcsúztunk tőlük. Tulajdonképpen nincs szükség arra, hogy összefoglaljam, de az előbb az Oli ült itt, és mondta, hogy tulajdonképpen neki ez az egész Aria Hotel megbízás egy tényleg ilyen álommeló, és ahogy így beszélsz, azt gondolom, hogy azért ez neked nagyon álommeló, hogy ezt csinálod. Ebből igen, egyetértek. Jó, ez lejön. Jó, neked is hosszú lesz még az este, mert hogy még hajnalig ünnepeljük a 8 éves ez a szálloda. A Fleetwood Mac vonalon majd megkeresnélek, mert őket én is nagyon-nagyon szeretem. Rendben, várom, sok szeretettel. Akkor neked is gratulálok, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Az egész csapat nevében. Majd mi még később kocintunk. Talán mindenképp szeretném kiemelni, ha már a gratulációt elfogadhatom, hogy egy olyan menedzsment van a szállodában, és egy olyan elképesztő, lelkes és összetartó csapat, akik nélkül nem tudnám én ezt a fajta lelkesedést, vagy ezt a fajta zenei tartalmat megteremteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképp őket is illeti említés és ez köszönet. Azért jó, hogy mondod, mert a Harry pont azt mondta, hogy akkor dolgozik jól egy szállodában a közösség, hogyha első körben ők maguk nagyon jól érzik magukat, és akkor utána a legjobbat tudják adni azoknak, akik jönnek. Úgyhogy ez tulajdonképpen ez annak volt a pár mondata most tőled. Nekem megtisztelő, hogy a kollégájuk lehetek. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Egyedül a mikrofonod marad. Köszönöm. És mivel ebben a szakmai és nagyon sok szempontból személyes podcastban a turizmusról beszélünk, ami ugye arról szól, hogy az emberek jönnek, mennek, nem mindig vannak azon a lokáción, ahol egyébként élnek. Ezért a 7 vendégünkből most 2 olyan lesz, akikkel nem tudtunk személyesen egyeztetni, mert hogy nyár van, és előfordul, hogy az emberek utaznak, de olyan kulcsfontosságúak a mi életünkben, hogy őket sem szeretnénk kihagyni. Velük később fogunk akkor, de csak egy online felületen beszélni, de nagyon fontosnak gondoltuk, hogy megjelenjen az a szaktudás és tapasztalat és szakértelem, ami náluk van. Laki Péterrel fogunk majd később
a műemlékvédelem és a funkciókat, új funkciókat kapó, nagyon régi, nagyon jó állapotban megőrzendő épületekről beszélni, illetve Flesch Tamással fogunk majd arról, hogy turisztikai szempontból Budapest a szállodák oldaláról hol tart, és hogy néz ki ez a változás, ami abszolút érzékelhető az elmúlt években, de megérkezett hozzánk podcast stúdiumba a következő vendégünk. Szia Ági, kérlek szépen! Gyere, foglalj helyet, az a helyed a víznek, és ott van, most ha leülsz, akkor majd mögötted lesz a mikrofonod. Vágó Ágnes érkezett meg közben mellém, már a mikrofon is megvan, kényelmesen ülsz-e? Kényelmesen ülsz, szuper. A Turizmus Online és a Pont Itt turisztikai magazin főszerkesztőjeként köszönjük, hogy itt vagy, részint egyébként házigazda, hiszen ti is livestreamelitek ezt a beszélgetést. Ez természetes, mert ez egy fontos téma, tehát ez a mi olvasóinkat és nézőinket is érdekel. Hogyan látod te? Eddig alapvetően a szállodáról beszéltünk nyilván, mert hogy itt ülünk, itt van ez az átmeneti, vagy a mai napra rögtönzött podcast stúdió, és a szálloda 8. születésnapját ünnepeljük, de aztán egyre távolodunk ettől a konkrét lokációtól, és gondolkozunk abban, hogy hol tart a turizmus Budapesten, hogy érzékelhető egy minőségi elmozdulás. Ezt sima laikusként is az ember érzi egyébként, mert én emlékszem arra, hogy régen, amikor az ember úgy bulizni indult az éjszakába, akkor nagyon sok lánybúcsút, legénybúcsút tartó. Most is. Tudom, hogy most is, de hogy szerintem kevésbé. De hogy te hogy látod, hogy hogyan alakult a minősége a turizmusnak Budapesten? Mondjuk így az elmúlt 5-10 évet, hogyha nézed. Azért először nézzük vissza a szállodát. Tehát kell hozzá egy olyan, valóban egy olyan luxus szálloda, mint ez, és nyilván ezt elmondták a tervező, illetve a tulajdonos, hogy mitől jó ez a szálloda. Én a szakmai oldalról tudom elmondani ezt, hogy ez a szálloda az pont abban jó, hogyha ide jön a vendég, aki luxust akar, az visszaemlékszik rá. Tehát az nem elég ma már, hogy van egy jó ágy, meg egy jó matrac, hanem van egy olyan szoba, meg van egy olyan interiőrje, meg egy belső tere, meg egy hangulata egy szállodának, amire utána azt mondja, hogy wow, ez olyan volt, hogy, és akkor el tudja mesélni, és emlékszik rá, és nem pedig csak egy szoba volt, ahonnan folyamatosan kiment a városba. De hogyan definiálnád a luxust? Mert ezt megkérdeztem egy, azt hiszem mindenkitől, aki ma itt ült ezen a kanapén, ahol most te ülsz, hogy mi a személyes megfogalmazás arról, hogy mi a luxus, és hogy ez miért más, miért sokkal komolyabb fogalom, mint pusztán az, hogy pénz van, és sok pénz van. Hát én csak a luxus turistára, vagy a luxus vendégre tudok most, tehát nem a luxus autókról fogok most nyilván itt neked beszélni, hanem a luxus turistának is van olyan igénye, ami fontos egy városban, és azt ki kell szolgálni. Tehát egy város vagy kiszolgálja ezt a bizonyos igényt, vagy nem. Én azt gondolom, hogy ennek a városnak minden lehetősége megvan arra, hogy itt fogadjon luxus turistákat. Kérdés az, hogy eljut-e hozzájuk ez az üzenet. Tehát itt vannak olyan értékek, hogy a város gyönyörű, a város adja magát, vannak történelmi korok benne, amik tisztán láthatók. Ez nem egy felépített város, hanem valóban itt van, valóban a Duna elválasztja, és olyan élményeket tudna adni, vagy tud adni a turistának, amit máshol nem kap meg. Az a kérdés, hogy ő erről tud-e, és eljut-e hozzá, hogyha ide jön, akkor itt mit talál? Ez a fő kérdés szerintem ma, és ez volt korábban is. Egyébként fellendülőben van a luxus turizmus, tehát a top turizmus, hiszen szuper éttermek vannak a városban, amiket ő elér. Nem tudom, tudod-e, vagy biztos tudod, mert értesz hozzá, meg utána is néztél, de Michelin csillagos éttermekben Moszkva után mi állunk Kelet-Európában a második helyen. Most azért Moszkvába annyira sokan most nem utaznak, mint tudjuk, úgyhogy akkor első helyen állunk sajnos az ukrán-orosz háború miatt. De van egy fő probléma is, az ázsiai és a tengeren túli turista hogy jön ide? Nem tud ide jönni egy közvetlen járattal, most már ugyan megindult Kínából egy új, de valahol, tehát Bécsbe át kell szállnia, és ettől megtorpan. Tehát közvetlen járatokkal ide kéne hozni azt a turistát, aki itt akarja megnézni a várost.
Említetted a luxusszállodákat, hogy egyre több van belőlük, illetve hogy a Michelin csillagos éttermeket, most így visszafejtve, mert hogy egy laikus számára nem biztos, hogy ez ennyire egyértelmű. Tehát, hogy egy nagyon magas szolgáltatási színvonalat kereső turista számára. Ezek azok a kódok, amik mentén biztonságban érzi magát egy majdani városlátogatáson? Hát most már sajnos hozzátartozik a maga a biztonság is. Tehát ezért azt ne felejtjük, hogy Budapest valóban egy biztonságos város. Tehát nem csak egy jó tud enni, nem csak egy jó helyen tud aludni, ahol az minden szolgáltatást megkap, hanem egyszerűen tudja, hogy itt nem fogják letépni az utcán a táskáját, meg a holmiát, meg nyugodtan beülhet egy taxiba. Tehát ez fontos tudnia, és ezt tudják is szerintem, jó, aki ide jön. De közben meg ezek mentén helyezi el, hogy körülbelül mit várjon majd, hogyha elsőként érkezik, első alkalommal jön Budapestre. Tehát ezek azok a kódok, amik mentén el tud igazodni. Ezek azok a kódok, igen, és nekem az a bajom, hogy egyrészt ezt már mondtam, hogy eljut-e hozzá vajon az információ, hogy itt milyen értékeket kap. Másrészt olyan értékeink vannak, amiről mi magunk se tudunk. Tehát vannak a városnak olyan értékei és olyan titkai, amit egyszerűen nem is értem, hogy miért nem jut el például a luxus turistához. Egyet mondok, jó? A várban például a Bécsi kaputérnél van egy épület, ami a középkorban épült, és megdöbbentő, de rá van írva, hogy turisták által egész nap látogatható, de persze nagyon pici betűkkel, és senki nem látogatja. Ebben az épületben, az udvarban középkori szőlőtőke van, ami terem. Tehát ott meg lehetne kóstolni a Mátyás király korabeli szőlőt, illetve lehetne készíteni belőle bort. Ki tud erről? Senki. Nem jut el az üzenet, nem csak a külföldihez, hozzánk sem. De van most egy picit, csak hogy megértsük, kilépek Budapestről. Fürednek van egy szülöttje, híres szülöttje, aki él, egy szobrászművésznő, azt hiszem Frajkod Máriának hívják, Marie de Frajkod néven, aki azt ajánlotta fel, híres szobrászművész, Franciaországban él, és azt ajánlotta fel a Fürednek, a szülővárosának, hogy egy gyönyörű márvány szobrot, ő márványból egy tömbből farag ki gyönyörű szobrokat, kitenne a Balaton vízszélére. Mi ez, hogyha nem egy selfie pont? A város nem engedi, tehát nem lehet kitenni. A saját szülötte ingyen odaadná a városnak ajándékba, nem engedik. Tehát valahogy gondold el, hogy Németországban abból, hogy valaki azt feltalálta, hogy a hideg vízbe lehet tapiskolni, ez a Kneipp-kúra, ebből csiliárdosok lettek, és ez egy tökéletes turista mágnes. Nekünk ilyen titkaink, meg ilyen értékeink vannak, és erről nem tud senki, és nem foglalkozunk vele. Amikor a Henry ült itt mellettem a kanapén, akkor ő is azt mondta, hogy nagyon sok mindent lát, ami fejlődött, de azért azt gondolja, hogy van még hova fejlődni a Budapestnek. Bizonyos vonatkozásokban még nem tart a saját maximális potenciájánál, de azért nagyon sok olyan dolgot említett, amivel elégedett, vagy amit úgy nagyon örömmel néz a saját itt töltött 8 éve alatt. Hogy mi az, amit te mondanál, amin te, aki nagyon széleskörűen látsz rá arra, hogy mi történik a turizmusban Budapesten, mi az, amit mondanál, amin teljesen érzékelhető ez a minőségi ugrás? Ez a gasztronómia, a jó szálláshelyek, és amin még ugrani kéne, mindenképpen az a kulturális érték. Ezt is biztos tudod, hogy itt valahogy nincsenek olyan egész évre szóló nagy kortárs kiállítások. Én most nem régiekről, tehát nem Rembrandt meg Bosch kiállításokról beszélek, hanem olyan folyamatosan olyan kortárs kiállítások kénének, amik bevonzák a vendéget, és ami, tehát az nem elég egy turistának, hogy egy jó helyen eszik és egy jó helyen alszik, ennél azért többet szeretne, és szeretne élményeket, a város adja magát, de azt gondolom, hogy a kiállítások terén, a kultúra terén lenne mit tenni. Egész nyáron kéne az operaházban előadásoknak lenni. Azon is túl kéne lennünk, hogy a különféle programoknak este 7-kor vagy 9 vagy 8-kor vége van, nyár van például most, miért nincs 9-ig, 10-ig különféle program?
a sziget turistái, vagy most van nyíló szigetnek a vendégköre, az nem az öt csillagos vendégkör, de akik a sztárok, azok igenis, hogy lakhatnak ezeken a helyeken, ők is megnézhetik a várost, és hogyha valami jó promotáló lehet, az, hogyha ő dob egy szelfit magáról valami szép helyen, mert azért ez a város adja magát, tehát ha bárhova megy valaki, tökéletes képeket tud készíteni. Ez egyébként egy kiaknázott területnek tűnik, nekem úgy tűnik. Nagyon igen. Sok nagy nemzetközi filmes produkció miatt idejövő sztárszínészt látok, hogy megosztja, hogy melyik étteremben evett, hogy néz ki a város, hogyha a Lánchíd és a Vár van a hátam mögött. Szóval szerintem ez saját magától zajlik, mert van Budapestnek ez a wow effektje, amit boldogan osztanak meg ezek a szupersztárok is, akiknek nem tudom, 3-4-5-6 milliós követőbázisa van a social media felületein. De én még mindig azt értem, hogy olyan értékei vannak a városnak, amiről sokan nem tudnak, és ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezt észrevegyük, és ezt közvetítsük, és ezt az üzenet eljusson ehhoz a turistához, aki ezt értékeli. Egy későbbi pontján ennek a podcast beszélgetés sorozatnak pont erről lesz szó, hogy hogyan dolgozik adatokból a Budapest stratégiája a turisztikai kommunikációban. Úgyhogy ezt köszönöm, hogy felvetetted, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, Ági, és akkor veled is majd még találkozunk később ebben a 8. születésnapi hajnalig tartó mulatságban. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen. Szia! A mikrofonodat ide leteszem, igen. Köszönjük, hogy itt voltál. És akkor, amit az előbb mondtam, hogy turizmusról beszélgetünk, ami arról szól, hogy az emberek néha nem ott vannak, ahol egyébként élnek, nyár van, úgyhogy ez nem is tűnik egy annyira kirívó esetnek. Nagyon szerettük volna Laki Pétert is megszólaltatni ebben a mai podcastban, úgyhogy őt online értük el. Én már látlak téged, Péter, szia! Te látsz és hallasz engem? Én hallak, szervusz! Jaj, szia, köszönj! Jól helyezkedek el a... Az látszik, hogy egy zöld növényzetben gazdag helyen vagy, és ez minden, amit el kell árulnunk a te lokációdról. Azt most már a podcast nézői tudják, hogy nem fizikailag itt ősz mellettem, mert akkor egy lila háttered lenne egy ilyen csodálatos Varozoli által választott tapétával egyetemben. A Laki épületszobrán ZRT vezetője vagy, és ha azt mondom, hogy Magyarországon neked van a legnagyobb tapasztalatod műemléki épületek felújításában, akkor az egy dolog, de az különösen, hogy is mondjam, ide köt téged, hogy ez az épület, ami most Ária Hotelként működik, mielőtt ezzel dolgozhattál, előtte már két alkalommal kötött téged munkakapcsolat ehhez a fizikai épülethez, ezt elmeséled? Igen, hát én közel 40 éve foglalkozom műemlékfelújítással, így aztán, amire nem gondoltam korábban, többször visszajutok ugyanahhoz az épülethez. És konkrétan ennél az épületnél volt ez valamiféle ruhaipari vállalatnak, még állami vállalatnak központja, amin dolgoztam még 89 előtt, aztán később a Budapest Banknak volt a székháza, akkor megint dolgoztam, ugye ahogy változott a funkció, és ahogy szerették volna egyre szebbé tenni, időről időre felújították, és utána, aztán amikor a Henryék ezt megvásárolták, és szállodává álmodták át, akkor megint csak megkerestek. Engem általában megkeresnek, ha egy műemléképületben gondolkodnak Magyarországon, aztán vagy meg tudunk egyezni, vagy nem, az már mindig az üzleti dolgokon múlik, de igen, ezen a házon eddig háromszor dolgoztam, aztán ki tud. Mert ugye egy szállodát időnként minimum a fit-out-ját át kell építeni, vagy megújítani, bár ugye a Henry mondta, hogy próbálták timeless, és ez igaz is stílusban létrehozni, és sikeres is, szóval ami megy, azon nem kell változtatni, de hosszú az élet, szóval nem lehet tudni.
Mik azok a szempontok a műemléki átalakításoknál, és itt most arra gondolok, amikor az eredeti funkciójától egy teljesen eltérő funkciót kell, jól elbírjon az az épület, hogy mik azok a szempontok, ami mondjuk egy laikusnak nem jut eszébe, mert egy laikus annyit lát egy szépen felújított régi épületről, hogy szép, hogy a színei olyanok, mint amilyennek régebben fotókon vagy festményeken látta. Nagyjából ez az, amilyen mélységig egy laikus ezt meg tudja ítélni. De szakmai oldalról mi az, ami elképesztő feladat egy ilyen munkánál? Nézd, mindenek előtt a felelősség, hogy hozzányúlunk egy 100-150-200 éves épülethez. Ez, ha valaki komolyan veszi a műemlék fogalmát, akkor érzi ennek a súlyát. Azután jön az, hogy és ez az Áriánál kimondottan igaz, hogy egy lakóépületnek épült épületet milyen nehéz olyan szállodává tervezni, és még csak a tervezésről, az építész munkájáról beszélek, nem a kivitelezőről. Hogy lehet úgy megtervezni, hogy a szobák könnyedén megközelíthetőek legyenek, de szeparáltan. Ezt itt négy lift és lépcsőblokkal oldották meg egészen varázslatosan és egyébként nagyvonalúan, szóval egy ekkora épületben egy vagy két lépcsőház és lift szokott lenni. Ennek mind a négy sarkában van lift és lépcsőház azért, hogy minden szobát úgy meg lehessen közelíteni, hogy a körfolyosókat ne kelljen használni, mert ugye régen a lakók a körfolyosos bérházakba szépen a körfolyoson elérték a lakásuk ajtaját, ott a kulcsa kinyitották, bementek. Egy ötcsillagos szállodában ez ennél több kell. És ez zseniálisan így oldotta meg a tervező, hogy a körfolyosó az immáron nem egy közlekedő terület, hanem az tulajdonképpen a szobáknak a terasza, ami benéz ebbe a csodálatos zeneudvarba. Szóval ez például az egyik nehézség, hogy egy más funkcióra épült épületbe, hogy lehet a következő funkciót építészetileg bele tenni. És hát utána jön a kivitelezés, aminek ugye két része van, az egyik, amit lát az utca népe, hogy szépen van-e letisztítva, szépen van-e felújítva, aranyozva, patinázva, stb. Ez ugye szemmel látható, ez tűnik nagyon nehéznek. Egyébként manapság ez a kevésbé nehéz, mert azért Magyarország nagyon jó és komoly szakemberek, kétkezi szakemberek vannak. Ami sokkal nehezebb, és amire kevesen gondolhatnak, az, hogy a mai modern technikákat, gépészeti, elektronikai, ugye gyenge áramról is van szó, épületfelügyelet, kamerák, tehát annyi minden elvár a mai ember már a épülettől, amit most mondjátok meg, hogy kell betenni egy történelmi fal mögé, vagy bele a falba, anélkül, hogy egy freskót, vagy egy stukkót, vagy egy márványozott felületet ne roncsoljunk szét, vagy legalábbis ne véglegesen. Szóval ezzel sokkal több a probléma. És szerintem a műemlékfelújítás lényege az inkább manapság ez, hogy a modern kor technikáját hogy lehet becsempészni egy jelen esetben pollák épületbe, de egy Ebel vagy Hausmann, szóval hogy ezek a híres építészek ne forogjanak a sírjukba, amikor mi hozzányúlunk az ő házukhoz, pont ezeket örülök, hogy ezt elmondtad, mert ezeket a szempontokat, meg ezt a sok mindent, amit mondjuk egy falnak el kell rejteni, ilyen nagyon kultúráltan, ezt nem gondolja az ember laikusként, hogy itt körülbelül mindez a feladat. Fel tudsz-e idézni olyan munkát, mondtad, hogy ha Magyarországon van egy műemléki rekonstrukció, akkor téged minden bizonnyal megkeresnek, hogy volt-e olyan, amikor még 40 év tapasztalatával, nagy rutinnal, nagy gyakorlattal is, ott álltál, és azért kicsit úgy remegett a kezed, vagy remegett a gyomrod, vagy remegett a hangod, hogy atya úristen, ezeket a falakat dolgozom át, ebbe a szellemi közegbe, ebbe az épített közegbe mozgok. Szóval fel tudsz idézni olyan munkádat, olyan megbízást, ahol azért úgy, átélted, hogy ez nagyon komoly. Hát nézd, az elmúlt időszakban rengeteg híres műemléképület rekonstrukcióját fejeztük be. Az egyik az Operaház volt, ahol ugye több
időpontban is felújították az épületet, és folyamatosan azon ment a lamentálás, hogy melyik korra legyen úgymond visszaújítva. Végül az épületkora belé győzött, szerintem egyébként helyesen. Tehát amikor egy ilyen épületben dolgozik az ember, akkor érzi a falakból áradó, hogy is mondjam, történelmet, meg az ott korábban fellépett sztároknak szinte a hangját, mert a falak ezek ugye sugároznak. Ez az egyik ilyen meghatározó élmény volt, úgy, hogy ráadásul sietni kellett, amennyire lehetett, mert egy balett generáció 5-6 év alatt kiöregszik, tehát egy operaházat felújítani ilyen szempontból is felelősség, hogy nehogy egy táncosnak tulajdonképpen a karrierje ez alatt elmenjen, de nem is erről szeretnék beszélni. A másik nagyon érdekes, és számomra egyébként érdekesebb és nehezebb feladat volt, amikor a várban a csikós lovardát kellett nulláról megépíteni, hiszen a háborúban félig lebombázták, majd az elődeik lebontották, mert úgy tartották helyesnek, ahelyett, hogy felújították volna, és azt a mai napon azt mondta a megrendelő, hogy építsétek meg korabeli módon, hogy az olyan legyen, mintha ott állna 150 éve. Na most ugye egy műemléket felújítani, hogy látod, hogy annak idején hogy rakta a téglát, mert a maradványai ott vannak, ugye a köműves munkának, mind az ács munkának, mind a bádogos munkának, és akkor látod, hogy ő hogy találta ki, hogy hajtja azt a lemezt. De amikor nincs meg az épületből semmi, akkor a tervek azért nem műhelyterv szintűek, mert azt már mindig az iparos találja ki, tehát az sokkal nehezebb, és szerintem, ha ma valaki fölmegy a várba, akkor nem mondja meg, hogy az a lovarda az nem állott azóta, mióta megépítették. Számomra műszaki szempontból ez egyébként izgalmasabb volt, egy úgynevezett zöldmezős műemléki beruházás, de azt hiszem, hogy ma az Ária Hotelről van szó, úgyhogy nem szeretném ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, mert ugye reggelig tudnék a szakmámról szívesen is ráadásul beszélni. Azon gondolkoztam, miközben hallgattalak, és ez egy szerintem a laikus nézőink számára egy nagyon jól belakható szempont, hogy aki építkezett már, vagy átépítette a házát, ott házasságok szoktak tönkre menni, ott családok mennek szét, abban annyi feszültség, annyi hisztérikus pillanat van, hogy azt úgy érzelmileg is kezelni kell. Te 40 éve vagy ebben a szakmában, hogy csináljátok, hogy ez ilyen békés és nyugodt tud maradni, amennyiben békés és nyugodt, hiszen nem vagyok ott? Hát nézd, az ember a saját lakhelyét, ha én újítom föl, vagy építem, én is veszekszem persze a családommal, mert az más műfaj. De a mi munkánk azt tulajdonképpen a potából játszó zenekaré, hogy maradjunk a zenénél, hogy az építész leteszi az engedélyezett terveket, meg a kiviteli terveket, és tulajdonképpen azt a legjobb tudásunk szerint végrehajtjuk. És nekünk inkább az a kérdés, hogy a megrendelő, milyen az együttműködés, hogy most mondok egy példát, mikor egy kórházat, vagy egy bármilyen intézmény nem építészethez fogyító szakember vezet, akkor vele például sokkal nehezebb levezényelni az építést, mert az építésben mindig vannak konfliktusok, súrlódások, itt ugye csak a kérdés, hogy az ember hozzáértéssel, és hogy milyen indulattal, jóval vagy rosszul áll a problémához, meg a másikhoz. Egyébként itt az Ária esetében kimondottan jó volt a Henriékkel együtt dolgozni, mert láthatóan számukra a minőség volt mindenek előtt a legfontosabb, és bár persze ők is módosítgatták az elképzeléseiket a legjobb szándékkal, mi meg ebben partnerek voltunk, hogy nem mondtuk, hogy na hát kérem, nem erre szerződtünk, meg na így nem mehet tovább, hanem szerintem egy jó együttműködésben tudtuk végigvinni az épületet. Úgy, hogy azért ez is egy műemléképület volt, itt is ugye rengeteg megoldandó feladat volt, csak egy példát mondjak, nagyon közel jön hozzá a metró. Uh-huh. Tehát
egy belvárosi épületnél, nem csak az amúgy a Dunának a vízével, ami ugye régen Budapestnek ez a része még víz volt, és rengeteg, na mindegy, szóval, hogy magas a talajvíz, ezt még a metró is nehezítette, rengeteg probléma van, de a Henryékkel ezt kiválóan lekezeltük együtt. Ezt a beszélgetést a Henryvel kezdtük, és sokat kérdeztem arról, hogy 8 év, és mi az, amire emlékszik, és nagyon jókat mondott, és aztán a Varró Zoltán ült be a helyére, aki a design belső építészet felelőse volt itt a házban, és azt mondta a Zoli, hogy ha erre vezet az útja, teljesen más ügyekben megy valamit intézni a városba, hogy mindig benéz, hogy mindig egy kicsit úgy szeret itt lenni, hogy nem tudom, hogy téged így a munka hány és hány ezer utcán visz, de hogy neked is van olyan, hogy amikor erre mész, akkor bejössz, kicsit megnézed, tehát van egy ilyen, marad egy ilyen érzelmi kötődés egy ilyen munkához? Minden épület, tehát a műemlékfelújítás azért gyönyörű, mert egyrészt az ember maradandót alkot, és a gyerekeim, az unokáim is valószínűleg fogják látni azokat az épületeket, amiket én felújítok. Ez már önmagában fantasztikus érzés. Nem azért, mert az ember a halhatatlanságot keresi, de valami módon mindenki többé-kevésbé kell. A másik, hogy ezeket a házakat tényleg lehet szeretni, ezek szép épületek, tehát nehéz beleszeretni egy, nem tudom én, 50 emeletes kocka toronyháza, annak is megvan a maga varázsa, de ezek a műemlékházak olyan kedvesek, olyan nem tudok más mondani, mint hogy kedvesek, szóval, hogy szerethetőek, hogy mindegyiket, persze. És hát az Áriába pedig azért jó betérni, akár partneremmel, ha valakivel találkoznom kell, mert itt olyan szervizt kapunk, amit ugye máshol nem kapunk meg. Tehát most gondold meg, hogy behívok egy leendő megrendelőt, vagy partner, és azt mondom, hogy egyébként ezt én építettem, és úgy szólnak hozzánk már a portán, ahogy sehol. Szóval nem csak szeretetből, hanem egyszerűen büszkeségből is. Persze, ha tehetem, bejövök, hogy. Jó, akkor ezt most már elfogadtuk, hogy nem tudtál személyesen itt lenni ezen a beszélgetésen, és az estét is kiadjod, úgyhogy csak annyi kérésem van hozzád, hogy ha nem is velünk, de mondjuk egy pohár pezsgővel azért kocincs ma este a szálloda egészségére. Megkérem, és tényleg nagyon sajnálom, hiszen mi a Henryvel azt hiszem, hogy nagyon jól összejöttünk így a hosszú évek során, és őszintén sajnálom, ugye ő ritkán van Európában, úgyhogy ezt nagyon sajnálom, de nem tudtam, és kocintani fogok, úgyhogy nektek is egészségetekre. Köszönjük szépen, mi sokat fogunk még kocintani az este hátralevő részében. Köszönjük szépen, hogy a pihenésedet megszakítva rendelkezésünkre álltál, és akkor remélem, hogy hamarosan személyesen is. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm. Szervusztok! Szia! És akkor folytatjuk a beszélgetést. A mai sorozatunkat Flesch Tamással zárjuk, akit most már látok is, hogy megérkezett a kivetítőn. Szia Tamás! Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Te vagy a második tagja ennek a beszélgetésnek, akivel nem tudunk személyesen egy térben ülni, de ezt szerintem a nézőink elfogadják. Az előbb mondtam a Laki Pétert felkonferálandó, hogy ez egy turisztikai téma, a turizmus arról szól, hogy az emberek sokfelé vannak, néha nem pont ott, ahova mi várnánk őket, úgyhogy ez teljességgel elfogadható. És köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állsz. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének vagy az elnöke, és a Continental Groupot is képviseled. Sokat beszéltünk konkrétan az Aria Hotelről ma már ebben a podcastban, és aztán időnként így kizúmolunk, és azt vizsgáljuk, hogy hol tart Budapest a minőségi turizmus vonatkozásában, és hogy érzékelhető-e egy ilyen minőségi elmozdulás, hogy te nagyon, nagyon nagy spektrumon látsz rá erre a területre, hogy te mit mondanál, mi az, amilyen fejlődés egyértelmű ívet mutat az elmúlt pár évben? Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon boldog születésnapot szeretnék kívánni az Aria Hotelnak, és többek között az Aria Hotel is egy nagyon komoly elmozdulás a minőségi turizmus felé.
Én azt gondolom, hogy Budapest összességében nagyon sok mindenben adott arra, hogy minőségi turizmus legyen, és nagyon kell vigyázni, hogy mit nevezünk minőségi turizmusnak. Mert a minőségi turizmus nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy olyan gyönyörű ötcsillagos luxushotel, mint az Ária, vagy egy top étterem, de mindenkinek ez jut elsősorban eszébe. A minőségi turizmus egy alacsonyabb kategorizáló, aki a maga minőségében annak megfelel. Értelemszerűen, amikor a minőségi turizmusról beszélünk, akkor legtöbbször a luxus turizmusról szoktunk beszélgetni. Én azt gondolom, hogy Budapest, mint város elképesztő sokat fejlődött az elmúlt 10 évben, ugye ez párhuzamosan akár az Áriának a megszületésétől kezdve, új utcák születtek, új terek, amik nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapest egy tényleg méltán elismert turisztikai destináció lehessen, de nagyon sok munkánk hátra van még. Én azt hiszem, hogy a minőségi turizmus területén és egyáltalán a szabadidős turizmus területén több olyan teendő van még a következő években, ami utána végképp felhelyezni akár a top 5, top 10 legkeresettebb város közé az egész világon Budapestet. Az egyik ilyen a bevásárló turizmus, ami nem arról szól, hogy valaki elmegy a plázába, hanem arról szól, hogy a turizmusnak az egyik nagyon fontos alkotó eleme az a vásárlás. És ma Magyarországon, Budapesten ilyenfajta zónát nagyon nehéz megtalálni, ami a világ nagyvárosában megtalálhatók. Szerintem ebbe van még pótolnivalónk. És hát ilyen szempontból van még egy ékszer a kezünkben, amit egyáltalán nem használunk ki, az pedig a Duna, és a Dunának a szerepe nem csak a mi itt lakó budapestiek életében, hanem a turisták életében is. Amikor azt mondod, hogy mennyit lendít a turizmuson az, hogy létrejön egy új tér, vagy átalakul egy utca, akkor ezt segíts kifejteni a nem szakmabeli nézőink számára, hogy ennek miért van ekkora jelentősége? Ugye hát pont ott az Ária Hotel közelébe történt egy nagy Csipke Rózsika államból való újraéledés egy jó pár évvel ezelőtt, hát most már ez egy évtized is szerintem. Ugye az Zrínyi utca, Sas utca, Herceg Primás utca, Bermuda háromszög, ami hát nem azt lehet mondani, hogy Budapestnek egy igen rendezetlen helye volt, független attól, hogy a belváros közepén volt, és újra született egy olyan rész, amiben értelemszerűen részt vett az állam, részt vett az önkormányzat, felújították az utcákat, új tereket hoztak létre, és abban a pillanatban, amikor az infrastruktúra maga elkészült, akkor jöttek a vállalkozások, az éttermek, a kávézók, az üzletek, a szállodák, mindenféle egyéb attrakciók, akik erre rátelepültek. Ha ugyanaz a városrész lenne most ott, ami volt több mint 10 évvel ezelőtt, akkor nehezen tudnánk elképzelni egy Ária Hotelt is, vagy egy olyan magas kategóriai éttermet, amik most már a környéken többet is látunk, hogyha ez egy rendezetlen viszony lenne. Tehát szerintem erre van szükség, és ilyenkor érződik az, hogy az állam, önkormányzatok és a privát szféra összefonódása, ez csak együtt tud mozogni. Te látsz abban elmozdulás, hogy kik azok az országok, ahonnan a legszámottevőbb turisztikai erő érkezik Budapestre? Hát összességében borzalmas nagy változás az elmúlt években nem volt. Tehát ha visszanézzük a bő évtizedet, akkor változatlanul ugye Németország és UK a legnagyobb küldőország. Csökkent egy picit a szerepük, és akkor vannak olyan csodák, amik megtörténtek mondjuk a Covid óta az elmúlt egy évben, vagy bő másfél évben, hogy Izrael hirtelen a top 3, top 4-es játékossá nőtte ki magát Budapest tekintetében, tehát tömegesen érkeznek izraeliek a városba, nagyon jól érzik magukat, költenek is, és nem csak a szállodákba, éttermekbe, de ők például a bevásárló turizmus miatt nem feltétlenül a luxus szegmensbe, de attól lejjebb lévő szegmensbe sokat költenek. És ami a Covid óta változás volt, hogy a környékbeli országokból az autós turizmus megélénkült, tehát ez mindenképpen nagy változás. Ha visszajönnek az ázsiaiak, az oroszok és az amerikaiak, akkor azt hiszem, hogy egy csodáról lehet majd megint Budapesten beszélni, hiszen már nélkülük is majdnem elérjük a 2019-es számokat. Azt lehet látni, hogy nagyjából hány éjszakát tölt Budapesten, aki ide utazik? Igen, nem sokat változott, nagyjából ez a 2,7-2,8 éjszaka, ugye sokat beszélünk most már az elmúlt 20 évben arról, hogy lehetne ezt legalább 3,8-ra kibővíteni, ugye ez a Grand Budapest program, amivel talán a Magyar Turisztikai Ügynökség is hosszasan foglalkozott, nem sikerült még elérni. Én ebben látok egy világtendenciát is, tehát annyira felgyorsult a világ, hogy általában ez a 2 éjszaka, 3 napos city break-ek, tehát ez a városnéző turizmus, ez a legjellemzőbb. Értelemszerűen van egy-két olyan város, Párizs, vagy London, vagy Dubaj,
amik egy pici hosszabban tudják oda csalogatni a vendégeket, de összességében Budapest ebben jól szerepel. Jó lenne, hogyha tudnánk a vendégészakák számát növelni, de én ebbe egyelőre nagyon nagy lehetőséget most hirtelen rövid távon nem látok. Vágó Ági ült mellettem ebben a beszélgetés sorozatban, és ő inkább azt emelte ki, hogy szerinte nagyon sok kiaknázatlan potenciál van Budapesten. Nagyon sok olyan sztori, ami nincs vagy még kellően kifejtve, vagy kellő erővel kommunikálva, de szóval, hogy azt látja, hogy itt van egy aranybánya, ahova még nem mentünk el eléggé. Hogy te is ezt mondanád? Igen, abszolút egyetértek, ugye az előbb említett gondolatom is akár a Dunával kapcsolatban, de egyéb más területekkel kapcsolatban is, akár még mindig a Margit-sziget, vagy ugye a Városliget, tudom, hogy ez mindig egy nehéz kérdés és politikai kérdés, hogy most liget projekt vagy nem liget projekt. Én turisztikai szakemberként, de akár állampolgárként is örülök a liget projektnek, mert szerintem egy viszonylag koszos, elhanyagolt városrészből egy kulturális negyed született. Én ezekre azt gondolom, hogy amik előre tudják vinni a turizmust, és sok ilyen lehetőségünk van még, és következő egy-két évtizedben ezt kihasználjuk, akkor tényleg maximálisan hiszek ebbe, hogy a világ legjobb fővárosai közé tudunk kerülni turisztikailag is. Az is elhangzott korábban a beszélgetésekben, hogy az, hogy hány Michelin-csillagos étteremmel büszkélkedhet egy város, vagy egy ország, hogy hány 5-csillagos szállodája van, azok nagyon fontos indikátorok, nagyon fontos kódok az ideutazásban gondolkodó emberek számára. És azt is mondtad, hogy egy negyed felújítása, egy utca, egy tér felújítása, az utána így húzza magával azt az egész térséget turisztikai szempontból. Egy luxus szálloda megjelenése, az minek az indikátora, vagy az mit tud a maga körül ilyen koncentrikus körökbe létrehozni? Miért a luxus szállodáknak az a sajátossága, hogy szuper jól néznek ki. És önmagában egy szép felújított épület látványa, egy szép divatos felöltözött hölgy látványa, tehát minden, ami szép, az vonzerő. Így működik a világ. Lehet egy autóról is beszélni, lehet ruháról, szeméről, épületről is beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy amikor ilyen épületek születnek, főleg amikor régi, akár műemlék típusú épületek megújulnak és luxus szállodává alakulnak át, az nagyon sokat tud adni az egész környezetének, és onnantól kezdve a mellette lévő is elkezdi nézni, hogy hú, ez most már nagyon jól néz ki, nekem is jobban kéne kinézni. Tehát egy picit ez egy ilyen tömegvonzás is van, hogy mindenki jól van felöltözve, hát akkor kínos, hogyha én szakadt ruhában vagyok. Jó, ha már ilyen személyes vonatkozásokat érintünk, szuper a szemüveged. Köszönöm szépen. És én meg azt is köszönöm, hogy itt voltál velünk, és rendelkezésünkre álltál, és köszönjük szépen a gondolataidat is, remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozunk, akár itt a szállodában. Én is nagyon örülök neki, és még egyszer Isten éltesse sokáig az Ária Hotelt, meg sok évtizedig boldogítsa a vendégeket. Átfogom adni mindenkinek. Köszönöm neked, hogy beszélgethettünk. Köszönöm szépen én is, köszönöm szépen. És akkor mi meg folytatjuk innen a podcast stúdiónkból, már mondtam ennek a beszélgetésnek az elején, hogy tulajdonképpen létrehoztuk Budapest legeslegszebb fekvésű podcast stúdióját. Megérkezett a mai beszélgetés sorozat utolsó vendége. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Helyezkedjél kényelmesen. Ez lesz a mikrofonod. Miklós István ült be mellém. Megérkezett a friss vized és a Magyar Turisztika Ügynökség kreatív és média igazgatója. Azért szuper, hogy a te gondolataiddal tudjuk zárni ezt a hosszú folyamot, mert nagyon sok olyan dolog hangzott el, ami személyre szabott, ami kisléptékű, ami az odafigyelésről szól, egy szállodában meglévő figyelemről, ami sose tolakodó, de viszont mindig jelen van, személyes döntésekről, mert ez az egész iparág arról szól, hogy emberek kapcsolódnak. És akkor szerintem ez nagyon érdekes, hogy ami neked a szakmád, az meg rendkívül erősen építkezik az adatokból, szintiszta adatokból. Hogy hogyan használod az adatokat, illetve milyen forrásból, milyen típusú információk érkeznek számodra az adatokkal. Először is köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és gratulálok az Ária Hotelnek, ez tényleg elképesztő, ami az elmúlt években itt zajlott. És akkor visszatérve a kérdésre, adatok és turizmus és turisztikai marketing, én ezzel foglalkozom, illetve az én csapatom ezzel foglalkozik a turisztikai ügynökségnél, és ahogy te is mondtad,
az adatok talán azok, amik mindent meghatároznak. Uh-huh. Így, hogyha arról beszélünk, hogy mi az, ami változott az elmúlt években, a legtöbb iparágra jellemző az, hogy adatok sokaságát dolgozzák fel, és minden döntésüket próbálják ezekre alapozva meghozni. Maga a digitalizáció a turizmust sem került el, sőt, egy óriási digitalizációs hullám ment végbe a szektorban. Ugye ez igaz a szolgáltatókra is, de ez ugyanúgy igaz a vendégekre is. Ugye ma már a foglalások döntő többsége az online térben történik, és ezt a digitalizációs hullámot egészítette ki a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, vagyis az ENTAK rendszer, ami azt hiszem, hogy megkerülhetetlen most ebben a beszélgetésben. Amikor arról beszélünk, hogy milyen adatok alapján folytat az MTU marketing tevékenységet, akkor a legeslegfontosabb az ENTAK-ot említeni. Ugye itt arról van szó, hogy a magyarországi szálláshelyeknek adatot kell szolgáltatni arról, hogy milyen a náluk történő vendégforgalom, és ezek az adatok egy valós és valós idejű képet adnak nekünk a magyar turizmus teljesítményéről, nem csak historikus adatokkal, hanem már előfoglalási adatokkal is. Ez tényleg egy elképesztő eszköz a kezünkben. De nagyon-nagyon fontos, hogy az ENTAK attól tud jól működni, és akkor igazán hasznosak ezek az adatok, hogyha kiegészülnek további adatforrásokkal, úgy, mint mobilcell adatok, vagy bankkártya használati szokások, de monitorozzuk a social media oldalaknak a tartalmait, illetve a keresőknek is a tartalmait. Milyen olyan adat áll a rendelkezésetekre, mert mondtad, hogy ez egy szigorúan vett csapatmunka, ami abban a segít, hogy felrajzolódjon a profilja az ideális turistának egy adott program esetében, egy adott régió esetében, mert hogy amiket mondasz, azt értem, csak eszembe jutott, hogy amikor Magyar Kornél ült ott, ahol most te, aki a zenei igazgatójának a szállodának, ő nagyon finom mélységekig tud eljutni, amikor beszélget a szálló vendégekkel, előzetesen meg tudják azt kérdezni tőlük, hogy van-e konkrét zenei igényük, ha mennyiben van annak, mi a fókusz. Tehát van egy ilyen nagyon finom hangolt adatbejövetel, amiről te beszéltél, az pedig ilyen, az a nagy képben segíthet. De hogy milyen olyan adat jön, amiből azt lehet mondani, hogy ilyesmi emberekben gondolkozunk mi. Igen, tehát amiről eddig beszéltem, az elsősorban statisztikai aha, adatok, ugye vendégforgalmi igen, adatok, de hát már ez is egy óriási, uh-huh, óriási lépés, ahogy a demográfiai adatok kirajzolódnak, tehát hogy mely országból érkeznek a legtöbben, egyébként mekkora az ő átlag életkoruk, az országon belül is egyébként hol szeretnek pihenni Magyarországon, honnan jönnek az adott országon belül, tehát éppen nem csak azt tudjuk, hogy az Egyesült Királyságból, hanem azt is, hogy Londonból vagy Liverpoolból. Uh-huh. Amikor pedig ezeket a soft dolgokat említette, tehát hogy tényleg az érdeklődés, ez egy nagyon-nagyon jó pont, és egy abszolút aktuális kérdés. Így az MTÜ is az elmúlt években pont a demográfia alapú targetálásról átállt egy úgynevezett passion group, vagy érdeklődés alapú targetálásra. Tehát hogy ma már nem az alapján állnak össze a médiatervek, hogy demográfiai ismérveket sorolunk mindössze fel, hanem tényleg igyekszünk érdeklődés alapján megcélozni a kultúrának a szerelmeseit, vagy éppen azokat, akik a gasztronómia iránt érdeklődnek. Mik egyébként, amik ilyen üzembiztos, mire mondanád, ami nagyon megvan Budapestnek, és nagyon jól lehet arra építeni, és vélhetően egy nagyon tág célcsoportot foglalkoztat? Igen, itt ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy átfedésben legyen az, amilyen turisztikai termék ténylegesen meghatározó, és az, amit keresnek az emberek. Ez Budapest esetében egy nagyon-nagyon szerencsés helyzet, de ezt az egész országra is elmondhatom. Amikor Magyarország turisztikai termékeiről, vagy a meghatározó kínálatunkról beszélünk, azért az első helyen én azt gondolom, hogy a gyógyvizet kell említenünk. Tehát, hogy ez az a tényleges kincsünk, ami abszolút megkülönböztet minket, nem csak itt az európai mezőnyben, hanem világszínvonalon is. És amellett, hogy van ez a páratlan kincsünk, van még elég sok páratlan kincsünk, így kell említenem a kultúrát is, tehát hogy azt az 1000 éves történelmet, amivel a hazánk rendelkezik, és hát ennek a legtetten érhetőbb, legkézzelfoghatóbb megjelenése, ugye
akár Budapest, de Budapest mellett említhetném Szegedet, vagy Pannonhalmát is, tehát hogy az az épített örökség, ami ezeken a helyszíneken megjelenik, az tényleg teljesen egyedülállóvá teszi a hazánkat. Amikor ide jön egy amerikai turista, elég megnézni azt, ahogy reagál arra, hogy néz ki ez a város, tehát bámulatos tényleg. Amikor a kulturális szempontból érdeklődő turizmusban gondolkoztok, akkor arra vonatkozóan van adat, hogy mi az, ami vonzóbb egy kulturális utazónak? Az, amiben egy régió, vagy ez a város, vagy ez az ország egészen egyedi, és sehol máshol nem megismerhető kultúrát mutat? Vagy van ebben is egy kicsit így ilyen biztonsági játék, hogy nézhető-e a múzeumokban a nagyon ismert nevek, fellépnek-e a koncerttermekben a nagyon ismert nevek? Tehát, hogy mennyire rizikóvállaló mondjuk, aki kultúrára utazik? Rizikó és kultúra, én azt gondolom, hogy ez a kettő dolog nem feltétlenül jár kéz a kézben itt Magyarországon. Tényleg, aki ide jön és kulturális céllal jön Magyarországra, az nem fog csalódni. Hogyha arra gondolsz, hogyha azt érted a kérdés alatt, hogy valamilyen külföldi előadó koncertjeire érkeznek-e, vagy specifikusan a magyar dolgokat kedvelik, vagy azokat keresik, akkor én inkább az utóbbit emelném ki az elmúlt évekből. Tehát itt abszolút érzékelhető egy trend az autentikusabb kulturális élmények iránt, és tényleg, ahogy a COVID utáni trendeket nézzük, írtó izgalmas dolgokat tudnék elmesélni, ez az egyik köztük, tehát hogy tényleg keresik a lokális dolgokat, és ezt nagyon jó látni. Mi az, ami még olyan, amire azt mondod, hogy írtó izgalmas trend, vagy valami, ami totálisan meglepett, hogy ez rajzolódik ki az adatokból, mert mondjuk így józanésszel, vagy szakmai figyelemmel se feltétlenül ezt gondolnád? Hát itt akkor két trendet említenék. Az egyik, ami nagyon-nagyon érdekes volt tényleg látni, az még a 2020-as COVID utáni első egy-két hullámnak a visszaépülése. Ott tényleg azt láttuk, hogy nemzetközi nagy turizmussal foglalkozó szervezetek, vagy világszervezetek, illetve a legnagyobb szereplők, tanácsadó vállalatok is egytől egyig arra a döntéssel, vagy arra a következtetéssel jutottak a kutatásaik alapján, hogy aki a korlátozások feloldását követően először elkezd majd utazni, az a millennial generáció lett. Tehát, hogy tényleg egymás után jelentek meg a tanulmányok, hogy majd a fiatalok fognak utazni, ők nem fognak félni a vírustól, és tényleg velük érdemes foglalkozni. Mi is megkaptunk rengeteg ilyen jelentést, hogy az első jó néhány hónapban a fiatalokra targetáljunk, őket szólítsuk meg. És ehhez képest, hogy ezentek ebben bámulatos volt, hogy a visszaépülést is tudtuk monitorozni, és azt vettük észre, amikor eldördült a startpiszta, és tényleg lehetett újra utazni, hogy tudod, hogy ki kezdett el utazni először? Mindenki. Tehát, hogy egész egyszerűen nem volt egy olyan jól körbehatárolható, demográfiai ismérvekkel leírható csoport, akire azt tudtam volna mondani, hogy igen, ő rájuk érdemes fókuszálni, mert tényleg azt láttuk, és ez egy gyönyörű metaforában is írta le, én azt gondolom a turizmus lényegét, hogy mindenki azonnal útra kelt, a bezártság után kimozdult, és felfedezte a hazáját, vagy elment külföldre. Most ez a második érdekesebb trend, amit pedig most látunk érvényesülni. Ez fontos, hogy ez nem egy magyar, vagy egy közép-európai sajátosság, hanem globálisan azt lehet mondani, hogy egyre inkább visszatér a nemzetközi turizmus. Tehát, hogy az elmúlt 2-3 évet természetesen a belföldi kereslet határozta meg mindenhol a világon. Most pedig azt látjuk, hogy visszajönnek egyre nagyobb számban, hál' Istennek a külföldi turisták is. Tényleg az elmúlt években volt olyan nap, amikor a magyar szálláshelyen megszálló vendégnek a 97%-a magyar volt. Tehát, és mi azt gondoljuk az elmúlt évek számai alapján, hogy ennek egy egyensúlyban kéne lennie. Tehát, hogy tényleg ideális esetben a vendégek fele magyar, fele külföldi. Tehát volt egy nagyon-nagyon jó ideális egyensúlyi helyzete még a 2019-es évben a magyar turizmusnak. Ezt megint csak el kell mondani, hogy 2010 és 19 között volt egy nagyon-nagyon dinamikus fejlődése az ágazatnak, évi 5%-os bővülést jelentette ez, és 2019-re eljutottunk oda, hogy évi 42 millió vendégészakát regisztráltak a magyarországi szálláshelyeken. Ezeknek a vendégészakáknak volt a fele külföldi, a fele belföldi, a fele Budapesten, a fele vidéken. Ugye itt egy nagyon fontos
aránytalanság volt benne a budapestiek. Ugye Budapesten 94%-a a vendégészakáknak az nemzetközi vendégekhez volt köthető 2019-ben, ugye ezt érezte meg nagyon-nagyon a következő évben a fővárosi turizmus. De hogyha azóta nézzük a számokat, az elég nagy bizakodással ad okot, tehát azt látjuk, hogy 2020-ban szinte megfeleződött a vendégészaka szám, és azóta pedig jövünk vissza, hogyha a 2022-es számokat nézzük, ott az egész évben 40 millió környékén volt az összes vendégészaka szám, tehát 5%-kal maradtunk el a rekordévtől. Azon dolgozunk, hogy ez a fejlődés tovább tartson. Amikor kommunikációs üzeneteket fogalmaztok meg, és egyre pontosabban kirajzolódó célcsoport számára tudjátok ezeket közvetíteni, akkor külön választotok turista típusokat, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy egy minőségi változás van a magyarországi turizmusban, a budapesti turizmusban feltétlenül, akkor például érzékelhető is, hogy az a fajta turizmus, ami szerintem sok évig úgy nagyon meghatározta a budapesti éjszakai életet, feltétlenül a lánybúcsuk és legénybúcsuk közönséget, tehát hogy ez egyébként csökkenő tendenciát mutat, vagy ez ugyanúgy létezik ez a réteg, és szuperül jönnek, és szuperül itt buliznak, csak mondjuk erősödik az, ami a felső szegmensben van. Én ezt az utóbbit mondanám, uh-huh. Tehát, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség az elmúlt években, hogyha most éppen Budapestről beszélünk, és akkor beszéljünk Budapestről, hogy itt mi az, amit próbálunk elérni, itt abszolút a fővárosnak egy feljebb pozícionálását, hogy tényleg minőségi turistákat hívjunk a fővárosba, és mi azt látjuk, hogy ez egészen sikeresen történik. Tehát nagyon fontos, hogy igen, a buli turizmus jelen van még, uh-huh. De mi őket nem szólítjuk meg. Tehát, hogy amit mi a kampányainkban próbálunk közvetíteni, az, hogy Budapest egy modern, kozmopolita európai főváros, ami amellett, hogy minden megvan benne, ami egy klasszikus, nagy európai fővárosban benne van, mégis van benne valami vibrálás, valami más, valami fűszer. Ugye ez volt a Budapest The Spice of Europe szlogen mögött is a gondolat. És tényleg azt próbáljuk elérni, hogy átadjuk azt, hogy Budapest egy fantasztikus város, elképesztő kulturális adottságokkal, elképesztő épített örökséggel, fantasztikus fürdőkkel, tehát hogy tényleg minden megvan, és akkor a gasztronómiáról én azt hiszem, hogy az elmúlt beszélgetések alatt szó esett. Itt tényleg nagyon nehéz azért ilyen feketeöves turisztikai szakembereket követni a beszélgetésben. Azt gondolom, hogy erről esett már szó, és hogyha arról beszélünk, hogy ezt hogyan tudjuk lemérni, hogy tényleg hogyan mozdulnak el a turistáknak a szokásai, például a mobilcell adatok ilyen szempontból árulkodóak lehetnek. Csináltunk, és elég gyakran csinálunk ebből is elemzést, hogy mondjuk a COVID előtti időszakot összehasonlítva az azóta eltelt évekkel, és azt hasonlítjuk össze, hogy a kulturális turisztikai attrakciók környékén mennyi mondjuk brit turista jelenik meg, uh-huh. és a buli negyeden belül mennyi brit turista jelenik meg. Ugye számosságát összehasonlítva azért még van különbség a kettő között, illetve 2018-19-es adatokat is még azért korai összehasonlítani jelenlegiekkel, de azt tudjuk mondani, hogy az arányok azok nagyon-nagyon szépen változnak, és hogy egyre inkább van kereslet az igényes és minőségi budapesti turizmusra, ez a mi célunk is. Tulajdonképpen olyan szépen kapcsolódnak össze gondolatok ebben a beszélgetés folyamban, miközben külön-külön nem egyeztetnek a szereplők, de hogy veled zárjuk ezt a beszélgetést, és a Henryvel kezdtük, aki ennek a szállodának az alapítója, és amikor arról beszélt, hogy Budapest milyen a régión belül mondjuk Prágához vagy Bécshez képest, akkor sok mindent mondott, amiben Budapest még fejlődhet, mert van benne potenciál, de ő is azt próbálta valahogy megfogalmazni, amit a Spice-nak mondasz, vagy amit a kommunikációban Spice-ként visztek, hogy van valami olyan élet és pezsgés itt, ami meg nagyon-nagyon karakteresen budapesti, és amit nagyon-nagyon érdemes így életben tartani és kommunikálni, mert ez tényleg nagyon speciálissá tesz így a régió turisztikai kínálatában.
Abszolút egyetértek, és hogyha arról beszélünk, hogy mi lehet a sikernek a következő években az alapja, illetve az eddigiekben is, én azt gondolom, hogy kettő dolgot kell mindenképpen kiemelnünk. Az egyik az a szektorban dolgozó szolgáltatóknak a munkája, hiszen nélkülük ugye nem lenne turizmus, ezt mindig nagyon-nagyon fontos elmondani, és akkor, hogyha sikeres az ő sikerük is, sőt, elsősorban az ő sikerük, nagyon-nagyon fontos kiemelni az elmúlt években a magyar kormánynak ezt a hatalmas támogatását, amivel kiállt a turizmus mellett, enélkül azt gondolom, hogy nem ülhetnénk ma itt, és igazából nekünk a marketingben most fogalmazok úgy, hogy a babérokat kell learatni, tehát hogy azt a fantasztikus minőségbeli ugrást, ami megtörtént az elmúlt években, nekünk azt kell megmutatni a világnak, és ide hívni minél több embert, mert hogyha ide jönnek, akkor ők sem hiszik el, hogy mi fogadja itt őket, és ez nagyon-nagyon jó érzés. Azt is gyakran monitorozzuk egyébként, hogy mik az utazási motivációk, illetve mik a Magyarországgal, mint turisztikai célponttal kapcsolatos asszociációk, és ilyen szempontból nagyon-nagyon beszédes azt megnézni, hogy mi a különbség a között, aki már volt Magyarországon, és aki még nem járt itt. Tehát, hogy az gyönyörűen kirajzolódik, hogy aki már volt Magyarországon, az a legjobb dolgokat mondja el róla, és abszolút turisztikai szempontból kimagaslónak tartja. Ez mondom, azt gondolom, hogy egy közös sikerünk, és azért fogunk tenni, hogy ez folytatódjon. Azért örülök, hogy megemlítetted a turizmusban dolgozó szakembereket, mert ez szintén olyan szépen harmonizál azzal, amit a Henry az elején mondott, hogy ez tulajdonképpen ezt a szakmát emberek csinálják másik emberekkel, és hogy nagyon sok fizikai vagy külső adottsága van annak, hogy mennyire futja ki a saját lehetőségeit egy város turisztikai szempontból, de az alja ennek az egész történetnek a magja, a lényege az, hogy emberek foglalkoznak emberekkel, és ezen nagyon sok múlik. Nagyon köszönöm, hogy te is rendelkezésünkre álltál, és köszönjük, hogy eljöttél a 8. születésnapot ünneplendő beszélgetésre, meg gondolom maradsz is a természetesen. A buli részen. Köszönöm. Köszönjük szépen. A nézőinknek pedig szeretném megköszönni, hogy velünk töltötték ezt a 2 órát, és bízunk benne, hogy nagyon sok szakmai és nagyon sok személyes szempontot kaptak arról, hogy hol tart Magyarország és Budapest turisztikai szempontból, és ezúton is gratulálunk ahhoz, hogy a 8. születésnapját ünnepli az Ária Hotel. Köszönjük szépen a figyelmet!